Hektár nagy ágyúk. Negyed évente jelentkező agrárszakmai podcast műsor Gribek Danival és állandó vendégeivel, Berend Ferenccel, Csepregi Attilával és Lajos Mihállyal. Milyen gond adódhat a fémzárolt vetőmagok minőségével? Hogyan vizsgáznak a gyakorlatban az új támogatási szabályok a fotózástól a talajborítás megtartásáig? Mi a helyzet most a határban, így augusztus végén, szeptember elején? Mi várható a kukorica betakarításánál és az őszi kalászosok vetésekor? Sziasztok, Gribek Dani vagyok, és ez itt a Hektár Nagy Ágyúk Podcast legfrissebb, egyben második adása, amit tudom, hogy már nagyon-nagyon sokan vártatok. Egyrészt a visszajelzésekből is tudom ezt éppen, amikor vesszük fel az adást, meg is kérdeztem a Facebook oldalon, hogy ki várja, és egészen sok lájkot kapott, sőt kommentet a bejegyzés. És a statisztika is azt mutatja, ugyanis vakartátok a fejeteket, amikor Nagy Ágyúknak kereszteltem el önkényesen ezt a műsort. De ehhez képest a második legnépszerűbb podcastja a Hektárnak a Nagy Ágyúk. Ugye a Nótilles nagy, egészen különleges podcast után, utána a Sávművelős podcast jön, tehát hogy ez szerintem egy nagyon szép visszajelzés, ami ugye ezt a Nagy Ágyú kifejezést szerintem abszolút alátámasztotta. És hát akkor a Nagy Ágyúk itt van, hát a stúdióban, de erről mindjárt beszélek, hogy milyen stúdióban. Berend Ferenc, Somogy vármegyei regeneratív no-till, strip-till-lel is foglalkozó gazdálkodó. Szia, Feri! Sziasztok! Csepregi Attila, agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök, precíziós mérnök, a Lajos Komáromi Agrár cégcsoport ügyvezetője. Szia, Attila! Hello, sziasztok! És Misi szerintem megszokja, hogy ugye a névsor miatt mindig ő marad utoljára. Lajos Mihály őstermelő, az Agrofil SME Kft. Ügyvezetője. Téged is köszöntelek. Sziasztok! Különleges stúdiónk van, mert hogy én ilyen podcast felvételen még nem voltam, ahol nem tudom, hogy jó 20-30-an néznek farkas szemet velünk, ugyanis itt most augusztus 31-e van, és ma tartják Misiék az Agrofil Termelői Klubnak a negyedéves összeülését. És hát Misi azt gondolta, hogy ez egy érdekes eleme lenne a rendezvényeteknek, belsős rendezvényeteknek, hogy akkor itt legyen a podcast felvétel. Ez egyébként remélem, hogy azt hozza majd magával a hallgatóink felé, hogy még inkább megjelenik majd a valódi gazda hang, és a tagok majd különböző témakörökben hozzászólnak, esetleg kérdést is felvetnek. Úgyhogy remélem, hogy ha már itt vagyunk ennyien, akkor interaktívabb lesz a műsor. Már is kezdünk, de hát ugye mindig el kell mondanom a kötelezőket, hogy kövessétek a Hektár Mezőgazdasági Podcastot minden felületünkön, YouTube-on, Spotify-on, Facebook-on, Apple és Google Podcaston, Deezeren. Az adásokat kommenteljétek, lájkoljátok, osszátok, mert ugye az algoritmus aztán így juttatja el több és több helyre. Van honlapunk is, a www.hektárpodcast.hu, ahol a havi hírlevelünkre is feliratkozhattok. A lényeg, hogy tényleg ajánljátok ismerőseiteknek a Hektárt, legyen szó podcastról, vlogról vagy cikkről, például a Nagy Ágyúk podcastról. És akkor kezdjük is a témánkat. Ugye a virtuális határ szemlével kezdenénk most is, szerintem, hogy mit láttok, mit láttatok, és mit fogtok látni. De volt egy előadás néhány perce itt a termelőklubban, és volt Váradi Zoltánnak egy olyan mondata, amit szerintem bedobok, és kezdjük ezzel, hogy kőkemény őszünk lesz. Erről mit gondoltok? Attila? Én? Annyira bólogattál a többiek felé, hogy akkor gondoltam, hogy most ezt így neked adom. Szóval hozzá, lehet, nem tudom. De milyen szempontból ez kőkemény? Most ha a jövedelmőséget és az egész mezőgazdaságnak a helyzetét nézzük, akkor kőkemény, hogyha a talajművelést nézzük, remélem a földek nem lesznek kőkemények. Nálunk mondjuk valamennyire kőkemény, mert esővel mindig egy kicsit szerényebben vagyunk ellátva. Mondjuk mindenki ezt mondja általában, amikor egy ilyen gazdász összejövetel van, de nálunk tényleg. Tényleg. Most ez hülyeség volt elmondanom, most rájöttem. Mert hogyha beszélek a termésekről, akkor azt mondják, hogy hát ez mekkora egy akkor neki beszél. De most muszáj akkor valamennyire beszélni, mert mondtad, hogy akkor kezdjük onnan, és akkor onnan jöjjünk föl. Én jót láttam, és most az árpáról beszélünk, ahhoz képest, amit láttam, ahhoz képest csalódás lett, abszolút csalódás.
De ez így kimondva persze nem igaz, mert ahova el kell most helyezni azt a 7,25 tonnát, az nem rossz. Csak igen. De a 10-hez képest rossz. Igen, de brutális, soha nem néztek ki ennyire brutálisan. És volt már táblaszinten 10 tonna fölötti árpánk, és össze tudtam hasonlítani, és egyszerűen, de úgy látszik, nem volt az ember annyira alapos, vagy nem annyira alaposan hasonlítottuk össze, vagy nem tudom. De ez nem csak én jártam, hogy az egész ország ezt 90%-a szakembereknek azt mondta, hogy soha nem látott rekordtermés lesz árpából. Én is azt gondoltam, hogy nálunk abszolút az lesz, ehhez képest lett 7,25, ami abszolút értében nem rossz, de ahhoz képest, amit vártunk, ahhoz képest nem jó. Az első nagy pofon ott ért, és az első érdekes, amikor elkezdtem gondolkodni, hogy az önbizalomból, amit táplálok az árpa iránt, hogy milyen lesz, meg milyen marha jó meg tudtuk csinálni, tisztona lesz. Az első pofon az akkor volt, éppen államvizsgáztatni voltunk Óváron, és ott volt egy kollega az Agroproduktól, és ő mondta, hogy elkezdték az aratást, hú, basszus, azt mondja, 9 tonna fölött vártunk, hát azt mondja, hogy egy csomó jó szakember van, 9 tonna fölött vártunk, és mondom, mi lehet? Hát azt mondja, mi már majdnem végeztünk, de gyenge 7. Hú, mondom, basszus, 9-eket vártatok is 7 lett, jó, mi azért nem tudunk ennyire mellé satszolni. Aztán pont annyira satszoltunk mellé, mert nekünk is ennyire 7,25 lett. Így akkor nekiindultunk a buzának, nehogy ott vagy gáz lesz, csalódás lesz, alapvetően a buzánál viszont ott nem volt akkor a csalódás, sőt, ott nem volt csalódás, mert ha kimondom, hogy 8,85 lett az üzemi átlagunk, úgyhogy 2,5%-ot alapból levonunk a megtisztítatlan buzából is, akkor azt mondom, hogy most egy kis szerénytelenség, akkor azt mondom, hogy 9 tonna. Tehát 9 tonna lett az üzemi átlagunk nagy területen, ez nyilván jó. Ott körül is láttuk, tehát abban nem volt csalódás, az árpában volt csalódás. Nyilván a minőségek olyanok, amilyenek. Az árpánál az a fajsúly kérdés nyilván szar lett nálunk is mindenhol, a buza is az lett. Tehát alapvetően a nagy része, most mi a takarmány, mi az euró, ez most marhára, most ezt kimondják, hogy euró. Erre is rájöttünk, hogy nem szabad osztályoznunk, hogy úgy osztályoztuk, hogy takarmány kupac, euró kupac, étkezés kupac. Kész. Ennyit mondtunk ki, amikor behozta valaki gazda, és utána most az euró se, az étkezés az olyan messze van az étkezésétől, mint Makó Jeruzsálemtől, mert van egy csomó olyan értéke, de mi két értéket veszünk, az alapján kell, mert nem tudunk mindent vizsgálni, mert nincs arra energiám, hozzák be a gazdák, és ez alapján osztottuk szét. És kiderült, hogy az étkezési az inkább egy erős takarmány, most ez így nem igaz, de mondjuk kinek mi a fontos, milyen paraméterek, de mondjuk azt, hogy legyen egy, a mi gondolataink szerint egy euró, de az is inkább a gyengébb, és utána mindenki kérdezi, amikor mondják, hogy mondjak árat, hát neki kétkezésig volt, hát miért ilyen árat mondok? Hát elmondom, az, csak most ha innentől úgy fogjuk elszámolni, egyes kupac, kettes kupac, vagy hármas kupac, nem szabad ezt kimondani, hogy euró meg étkezési, mert utána azt követelik, hogy nekem étkezési van, hát azt írtátok rá. Pedig azt csak úgy oda mondtuk, mert valami alapján meg kell különböztetni, csak ebben is sokkal több tudatosság kell. Na mindegy, tehát a negy, mondjuk mennyi bejött hozzánk kb. Mondjuk 18 ezer tonna, abból a 4000 tonna az a takarmánynak az alja mondjuk, akkor van egy olyan 10000 tonna, ami olyan jó erős takarmány, gyenge euró, hát és akkor van egy 4, ez így nem igaz, mert 3000 tonna, mert 18000-ben benne van, abban van egy kis vetőmag is, olyan 3000 tonna az, ami ilyen erős euró valami. Tehát ilyenek az arányok, de szerintem ez lehet, hogy az országnak a nagy részére, úgy alapvetően nem tudom, nagy részére igaz. De a termés jó, de azért az marha érdekes, hogy kimondjuk, hogy üzemi szinten, nagy területen 9 tonnás üzemi átlag, és azt is mellé kell tennünk, hogy ez egy erős pozitív nulla, vagy egy nulla. És tényleg az, tehát ez nem olyan, hogy most mondjunk, hogy tehát annyi. Hogy kiszorozzuk az a 61-2000 forinttal, akkor az 540.000 forint, és ténylegesen az én számtanomban most lehet mondani, így vagy úgy mondjuk, most tök mindegy, hogy mondjuk, az a lényeg, hogy én nem számítom bele a föld bérleti díjat, most hozzáadhatnám, most mindegy, anélkül 490.000 forint körül van, 500.000 forint az önköltség, hozzáteszem, akkor ott vagyunk, hogy már akkor mínusz, de a másik oldalon van ugye a föld alapú támogatás, tudom, hogy azt máshova kell könyvelni, de az embernek a fejében hogyan áll össze. Ez a lényeg, tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy jó, egy szép kis nulla. Az árpa az egyértelmű mínusz, ott nincs is kérdés, tehát az, aki nem kötött előre, az nem is érdemes, arra nem is érdemes beszélni. Most
Nyilván hagyok szót másnak, itt megálljak, vagy mondjam tovább, de le kell lőni, mert nem fogom abba hagyni. Mondjad. Mert menjünk tovább, és mert most már az árakba egy picit. Belementem az árakba, még nem beszéltem a jelenről és a most meg nem beszéltem arról, hogy mi az oka szerintem, hogy az ilyen. Na, ezt viszont akartam kérdezni, hogy mi az ok. De menjünk végig, mert szerintem mások. Akkor nem mondjam azokat, mondja fel. Ne, én hallgatlak. iszom szavait, nagyon jó. Jó. Nem, arra gondoltam, hogy még nézzük meg ezt a kalászost, hogy hol alakult, és akkor próbáljuk meg megfejteni, hogy mi lehet. Akkor ne fejtsen meg előre. Még ne. Jó. Feri, szerintem, ha jól emlékszem a beszélgetéseinkre, akkor te azért nem tudsz nulláról beszélni kalászos szempontból. Milyen volt a búza? Mi rekordot taraktunk, negatív rekordot, tehát ilyen rosszat még asszályba se csináltam. Nem kerek 5 tonna lett az átlag. Hát ez búza vagy árpa vagy a kettő? Búza, nekünk csak búza volt, tehát szerencsére. Már árpán nem is akartam vetni, mikor mondták azt, hogy most rendeljen meg a vetőmagot, mert mindjárt elfogy, akkor mondtam, hogy jó, akkor itt megint az lesz. Tehát mi általában 3-4 évente vettünk árpát, mikor mindenki belebukik már az árpában, nem veszik meg tőle, vagy nyomott áron, és akkor elmegy a kedv. Akkor következő évben vettünk árpát, és akkor azt talán még így ki lehet futtatni haszonnal. Hát most ez nekem 126 ezer forint, hogyha 60 ezer forintra tudnánk eladni, annyi a mínusz rajta így a búzán hektáronként. Most ez is, hogy számolja az ember, milyen amortizációval számol, vagy. De én így számolok, és akkor ennyi. Tehát nem tudom, a homokizabunk is különben, hát ott nincs nagy dubaj, hogy most mit csinálunk, vagy hogy csinálunk, az is negatív rekord lett. Tehát az is másfél tonnás lett a homokizab, tehát az is egy nullás növényünk lett így. Pedig hát az azért, hogyha elvettik és nem felejtik el gyomírtani, akkor általában szokott teremni. Most az látszik különben, hogy éppen Vitya puszta több eső esett, de az dombos, gyagosabb, jobb föld ilyen szempontból, hogyha esik az eső. Ott például, ahol a no-tiller volt januárban, és akkor nagyon jól nézett ki az a gabona, illetve ami kevésbé néztek ki jól, mert hát egy kukorica után lettek vetve, az egyik az, tehát ami napraforgó után lett vetve korán, tehát október elején az 6,7 tonna lett, ami meg kukorica után október 21-én vagy 20-án, az meg 5,9 lett, tehát így nagy különbség ott nem volt. Egy táblánk volt, ami 40 hektáros volt, és az 5-4 vagy 5 fajta volt benne, és az 3,4 tonna. Brutál gyenge volt, tehát nem is azóta se tudom az okot megfejteni, hogy tehát mindegyik fajta ugyanúgy reagált rá, tehát ez egy ilyen év, túl kell élni. Mi addig fogjuk csinálni, ameddig hitelt nem kell fölvenni, tehát ha elfogy a pénzünk, azt eljátsszuk, ami eddig összehoztunk ebből a nótiből, és akkor utána akkor majd befejezzük, vagy átállunk valami támogatásparasztály. Vagy nem tudom, hogy hosszú távon mi lesz ennek a vége. Persze, hát mikor hop volt, most kop van, tehát ennyi, aztán azt kell, ahhoz kell alkalmazkodni, mindig alkalmazkodunk. Misi? De imádom hallgatni Attilát, mert mindig eszembe jut, hogy mindenki a maga szintjén nyomorog. Igen, egyébként gondoltam, hogy a műsor még én megkérdezem, hogy kiközösítjük-e ilyen eredményekkel. A dugás eredménye. Hát, de igen, de utána elmondta, hogy milyen pénzbeli eredmények születtek, úgyhogy megkegyelmezünk neki. Igen. Hát ugye alapvetés, hogy nekünk 2 hektáron van annyi aranykorona szerintem, mint az Attiláéknak, nyilván ez egy ezt keretezi alapvetően a... Mennyi az aranykoronától? Hát 20 alatt, hogyha mindent... Jó, 27-28. Jó, akkor tévedtem pár aranykoronát. Úgyis egy elavult rendszerről van szó, tehát nem is biztos. De te közelebb vagy Bécshez, tudod, az égmagasabb. Igen. Ja, meg a Habsburg hatás nálunk adott esetben lehet, hogy jelentetett valamit. Lényeg, hogy mi is egy szűk 150 hektárnyi árpát, meg egy szűk 200 hektárnyi búzát takarítottunk, meg 70 hektár repcét. Gyakorlatilag ugye egy ilyen 5,5 tonna, de egy kicsit talán meghaladó 5,6 tonnás körüli átlaggal.
Ugye én már inyáltam az előző podcast beszélgetésnél is, hogy ez nem lesz jó. Hát igazából a terveim mindig, hogy mondjam, igyekeznek a realitást megcsökkenteni. 6 tonnát, bocs, szerintem te azt mondtad, hogy 6 tonnát. Ide akarok kifutni, hogy a tervek ugye azok 6 tonnáról szóltak. Persze nyilván belül a lelkembe a 7 meg a 8 tonna nem egy visszautasítandó mennyiség lett volna az árpa esetében, de akkor már látom, hogy laposan jön a labda, és pörög, nehéz lesz jól levenni, és gyakorlatilag ez becsúszott 6 tonna alá, egy ilyen 60 körüli hektóval, ráadásul ezt szitálgattuk, tehát ebből csinálunk most egy 62 körüli terméket, ami pillanatnyilag 3 kamion parkol Oroszországba, és nézegetik, mint Tika Veresköles, hogy most ez tetszik, vagy nem tetszik, hát majd meglátjuk, hogy tetszik-e. A búza az már akkor is biztatóbb volt, hát olyan magas híve itt sem lett azért a labdának, és talán nem is a termés, hanem az ár miatt vagyok szkeptikus, tehát egy ilyen 6,5 tonna körüli mennyiség vagy jött le hektáronként. Gyakorlatilag ezzel, tehát pozitívba vagyunk már, tehát nem panaszkodhatunk. A 3,3 tonnás repce is kicsap pozitívra összességében, viszont, vagy egy pozitív nullára inkább azt mondanám, de hogyha külön választom a szerves trágyázott területeket és a középmély lazított területeket a repcénél, akkor ezek a különleges gondoskodásba részesül, de egyébként azt meg nem hálál területek, egyértelműen mínuszosba buktak át. Nem sikerültek jól a kötések sem a repcénél, de igyekeztünk a lehető leglaposabb technológiát csinálni, nem desszikáltunk, minimális rovarőszeres kezeléseket kellett csinálni, tehát ez egy hasigérő vagy nyakigérő buktába is bele tudtunk volna menni, hogyha az évjárat nem olyan, tehát magától primán megérett, vesztesség nélkül takarítottuk be, talán az egész szezonban volt 3 vagy 4, az ősszel és tavasszal együtt 3 vagy 4 rovarölőszeres kezelésünk, 1 gombaölőszeres, 1 gyomírtás, tehát nem volt itt ebbe semmi különleges, egy full minimum technológia. Talán azt mondom, hogy nem minden esetben az alsó polcról válogattunk, mondjuk a gombaölőszert vagy a gyomírtószert, tehát ennyi extravagancia mondjuk lehet, hogy volt ebbe a repszetermesztésbe, de egyébként semmi különleges, tehát nem adtuk még föl, majd mi még futunk tovább ezen a repcefronton, majd meglátjuk. Értékesíteni az árpát értékesítettük, ugye, de nálunk van most ugye még a vevő, mondom, nézegeti, a búzának egy kisebb részét eladtuk, várjuk ugye a nagy csodát e tekintetben, de hát a Váradi doktor nem nagyon erősített meg bennünket ebbe ezen ábrándumban, illetve a repce az el lett adva egy nyomott áron és ki lett söpörve a raktárból, legalább a logisztikánkat, a hely logisztikánkat nem terheli. Akkor még majd itt a kereskedelmi részre visszaugrunk, hogy akkor mit, mennyiért, hogyan, de azok. Nézzük meg akkor, Attila, visszaugrunk oda, ahol befejeztük, hogy szerinted mi lehetett az oka ezeknek a termés átlagoknak? Szerintem az volt, hogy nyilván sok oka van, de a fő oka az lehetett, hogy ha visszaemlékszünk az őszre és a téli időszakra, vagy a koratavasz időszakra, egy rohadt szép állomány volt. Akármikor, amikor egy akár terkás összejövetel is volt, vagy bármikor mindig azt mondtuk, hogy hú, brutális az árpa, brutális a buza, bokrosodik, olyan sűrű, brutálisan néz ki. Ezt hajtogattuk folyamatosan. Mert olyan is volt az idő. Rendszeresen megjött az eső, ősszel is olyan volt, télen is tudott fejlődni. Tehát, ha bár a tél az nem olyan, amilyennek lenni kellene, de folyamatosan tudott, tehát irtózatosan nézett ki. Ugye itt majd ketté válik a dolog, de egy a lényeg. És utána, hogyha a magába, a gabonába kódolódott egy nagyon nagy termés. Mert a régi mondás szerint a gabona az elején meg a végén dől el. Tehát elején, hogy bukrosodik, milyen állomány lesz, nyilván utána a kalász differenciálódás, hogy mekkora lesz a kalász, meg a legvégén az utolsó 3 hét, amikor simán el tud menni simán a termésnek a 20-30% az utolsó 3 hétbe,
amikor az a szakszó, vagy zsargon, vagy nem tudom, hogy mi, hogy megszorul. És egész végig jó volt az idő, de az, hogy kódolódott a növénybe egy iszonyatos jó, egy magas termésszint, annak az akkor tudja magába kihozni, hogyha végig olyan marad az idő. Tehát végig tökéletes. És nem akkor szorul meg a növény, amikor mi általunk megítélt nagyon nagy a szájban vagy valami, hanem ahhoz képest, amilyen növényállomány egy bizonyos időjárási körülménybe kerül. És ahhoz képest, hogy milyen csúcs volt ősszel, milyen csúcs volt tavasszal, ahhoz képest a május vagy a június bizonyos területeken, nem mindenhol, volt visszaesés. És itt jön, itt kapcsolódik be a másik dolog, a műtrágyázás. Tehát abban az időszakban, amikor ősszel meg tavasszal, amikor adtuk a nitrogén műtrágyákat, a nitrogén műtrágyákra alapvetően jellemző, hogy könnyen mobilizálódnak a talaga. Hogy a foszfor kálium 1-2 centit vagy millimétert mozog egy év alatt, akármennyi esik, de a nitrogén az szinte métereket el tud menni a világból. És mivel eleve egy kicsiben talán még kevesebbet is adott egy része a termelőknek, azt is ugye a tavasznak az elején, tehát fejtrágyázás tél végén, és utána a sok eső, mert ugye akkor még az átlagosnál sokkal több eső volt, a nitrogén nagyon-nagyon kimosta. És akkor jött egy május-június, amikor egy kimosott, kevés nitrogénnel feltöltött talaj volt, mert előtte már mosodott a sok eső miatt, volt egy brutális növényállomány, aminek viszont marhára kellett volna, hogy a szemeket ki tudja telíteni, és ahhoz képest akkor volt egy olyan hét, amikor nem is volt annyi eső. Tehát egy előtte sok eső által kimosódott nitrogénszint, tehát egy alacsony nitrogénszint, egy viszonylag aszályosabb idő, és egyszerűen nem tudott kitelni a szem. Ez olyan, mint annak idején, amikor a nagyanyáméknál otthon tartották a disznókat, és akkor az anyadisznó ellett 12-t, akkor mérgelődtek, hogy miért ellett ez 12-t, mert majd nem tudja fölnevelni. És a jobb lett volna, elég csak egy hetet, az egy jó szép. Most ez majdnem csak olyan volt, hogy végig jó idő volt, ahhoz képest a végén már annyira nem volt jó, ami ehhez kellett volna, de hasonló helyzet nálunk most a kukoricában is. Tehát totál, rekord kukorica, két héttel ezelőtt elkezdte megkapni a meleget, múlt héten megkapta az iszonyatos meleget. Én ezt teljesen biztos vagyok benne, hogy 20%-ot most a múlt hétlenkünk lerendezett. 20%-kal lejjebb, mert a termés átlag, ez nem is kérdés. Teljesen biztos. Tehát én ezt gondolom, hogy ez a kettő játszott így egybe. A kérdés, hogy nálunk akkor viszonylag miért lett mégis 9 tonnás buza? Nem tudom, annyit tudok, hogy annyit variáltunk, hogy, és az összes napraforgó után van. És jó része étkezés napraforgó után van, aminek ekkora szára van, mint a karom. Tehát az iszonyatos rossz elővetemény, a cukorrépa utáni legrosszabb elővetemény az étkezés napraforgó, utána jön lemaradva a normál napraforgó. És annyi, amit mi változtattunk, hogy nyilván tél végén, meg ott az ősznek a legvégén mindig enyhék már mostanában telek, él egy kicsit a növény, ha él a növény, akkor meg nem szabad, hogy nitrogénmentesen teljen el az időszaka, vagyis hát inkább fontos, hogy a nitrogén-foszfor arány, de ők mindegy, hogy a nitrogén, amire ilyen szempontból figyelni kell, mert könnyen változik a talajba. Oda tettünk neki sima ilyen mos műtrágyát, kénes mos műtrágyát, de nem is ez volt a lényeg, hanem az utolsó befejező műtrágyánk az karbamid volt a kalászosokba. Abszolút nem ideális, mert a karbamid, tehát karbamid az nem a kalászosokban való. Hát a karbamid az nem fejtrágyának való, hát az fogja magát, elillan, 40% elmegy a világba, alig maradott valami, miért használunk ilyet? Azért használtuk, mert meg tudtuk azt oldani, hogy azért hagytuk utoljára, hogy már olyan nedvességi állapotban legyen a gabonának a talaja, hogy gyomfésűvel iszonyatos jó munkát lehessen csinálni. Tehát, hogy ne legyen száraz, ne legyen vizes, mert vizesben csak egy csikót húz a gyomfésű, a szárazban meg, most a szárazban csináld, akkor ilyen hantocskák lesznek. Tök jól el tudtuk kapni, hogy szinte folyott a föld, nagyon-nagyon, szemnek is nagyon-nagyon jó látvány volt. Ugye vettünk gyorsan gyomfésüket, volt már, de rávettünk még, hogy legyen akkora teljesítmény, hogy egy nap meg tudjunk csinálni mit tudom, ilyen 4-500 hektár gyomfésűvel, és annyi műtrágyát szórtunk ki, amennyi utána azonnal egy fél órába be tudtunk gyomfésülni. És a karbamidnak ugye az a tulajdonsága, hogy igaz, hogy illékony, az egy dolog, viszont a talajban sokkal elnyújtottabb időn keresztül szolgáltatja a nitrogén, nehezebben tűnik el a csapadék hatására, mint a többi nitrogénforma, tehát egy kicsit ezzel ki tudtuk tolni azt, ameddig, hogy ne legyen nitrogén hiányos állapotban a növény. Megint abba kell hagynom, mert nem bírom abba hagyni. Úgyhogy ennyi ami a fő. Hát nyilván van ezen kívül még egy csomó olyan dolog, aminek az minden gazdának, meg minden szakembernek a saját gondolata, vagy veszőparipája, ami egy-két olyan mozdulat, ami úgy gondolja, hogy jelentőséggel bír.
nyilván a gabonánál most akkor már nem tudom, mi a fontos, nagyon-nagyon fontos nyilván a vetésidő. A vetésidő 10-ből 8-szor a mi vidékünkön, tehát a Lajoskamárom környékén, nem északabbra, nem délebbre. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb termést szeptember 28 és mondjuk október 5-e közötti vetésidővel lehet elérni egy fajta buzánál. Hibrid buzánál meg mit tudom én, bár nappal előbb, de mondjuk beszéljünk a fajta buzáról. Ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos, hogy a fajta, ez a vetésidő és a vetés mélység. Ugye egy pázsit függőjele, hogy a bokrosodási csomó pont oda kerüljön, hogy legjobban tudjon bokrosodni, ehhez a legideálisabb lenne az a 2 centiméter. De onnan mi, de lehet, hogy erről múltkor beszéltünk. Erről basszus, hogy elfelejtettem, hogy miről beszéltünk múltkor, mert már öregszem. Nagyon jó, mert podcast ajánló, aki nem tudja. Az egész buzát elmondtam, hogy szerintem a fontos. Nem, hogyha valaki nem tudná, miről van szó, akkor Hektár nagy ágyuk első rész, vissza lehet görgetni, úgyhogy hallgassátok meg, hogy mit kell tudni a vetés mélységről. Ja. Feri? Én annyira biztos voltam, meg biztam a talajunkba, hogy hát nótévben ugye a gombabetegségek visszaszorulnak, meg hogy a környékünkön már sárga rozsdás volt mindenki, ami meg még nagyon szép egészséges. Hogy nagy valószínűsége most az látszik, akivel így beszélgettem, meg hiszek a szavának, tehát hogy tényleg azt mondja, amit csinált, és nem csak valamit mond. Hogy nálunk ez az április másik fele, aki akkor egy jó időzített gombaölővel kiment, az tudott 8-9 tonnákat csinálni buzában. És akkor lehet, hogy 3 permetezést is csinált, csak éppen ez az intervallum, ez kiesett, akkor már 5-6 tonnás termések voltak. Aztán igazából nem tudom, tehát ezt kéne, vagy kellett volna akkor folyamatosan levélanalízissel vizsgálni, hogy éppen milyen gombabetegségek vannak, vagy valami baktériumos betegség, nem tudom. Most már késő bánat, tehát persze ebből tanulni kéne, de az őszintét megmondom, akkor én ezt tudtam így összehozni magamban. Bocs, ebbe hadd szóljak bele. Én olyanokat kerestem, ez azért nem lehet, mert országos, ez egy országos probléma volt, hogy mindenki csalódott. Ez országos probléma. Tehát nem lehet olyan, a növényvédelmi okra nem lehet visszavezetni. Azért nem lehet visszavezetni, mert mindenki nem cseszhette. Tehát azért alapvetően valaki elcseszte a védekezést, valaki nem. De itt olyan dolgot kell keresni, ami országosan igaz, és azért kerestem, azért próbáltam az időjárással megmagyarázni. Most az időjárás egyforma mindenhol nyilván, de maga a növényvédelemben, érted, most összességében elmondható, hogy mindenki csalódott, 80%-ban biztos. A 80%-a nem szúrt el a növényvédelmet, tehát én az nem gondolnám. Nem vagyok biztos. 80%-a? Uh-huh. Ez az április másik felében nagyon kevesen, akivel én beszéltem, nagyon kevesen védekeztek, és akik akkor védekeztek, azok kiugró terméseket realizáltak. Én azt látom, hogy szerintem az árpa termesztők ezt a ramuláriás labdát védték be. Ugye a ramulária esetében ugye voltak azok, akik nem észlelték a problémát és nem védekeztek, vannak, akik észlelték a problémát és védekeztek valamivel, vagy kiságyúval, vagy nagyágyúval, ez is egy külön út még, és volt, akik nagyágyúval jó időben védekeztek. Én beszélgetve kollégákkal nem tartom teljesen megalapozatlannak, hogy egy késői, komoly, több hatóanyagú gombaölőszerrel való védekezés mind termés oldalról, mind pedig hektó oldalról ezeket a meglepetéseket kivédhették volna. Mi védekeztünk egy inkább géppisztollyal, mint ágyúval. Szerintem későn is volt, tehát ez is okozhatta itt a végjátékban a csalódásunkat, de nekünk már eleve többsebből vérzett a történet, tehát én rinyáltam már ugye korábban is, hogy vannak problémák, ugye azt is elmondtam, hogy az előveteményben, tehát egy nagyon jó napraforgó után, tehát ilyen 4 tonna fölötti H-os napraforgó után vetettünk árpát, gyakorlatilag maga a napraforgó is egymásra mast kapott sorba, tehát hát nem baj, hát a napraforgó, miért baj egy 4,5 tonnás napraforgó, hanem ez tök jó volt, csak nyilvánvalóan azt ugye itt a klubban is többször elmondtuk, hogy a napraforgónál nem érdekes a tápanyag utánpótlás színvonal, vagy nagyon kis jelentőségű, viszont az utána következő növénynél négyzetre emeli a problémát, és ugye
Hát vonyítottunk. Ugye ki hol szállt ki, nekem olyan a nitrogén műtrágyás kötéseim olyan 300 ezer forint környékére adódnak. Ezen a szinten, illetve a később kialakuló laposabb gabona árszinteken hát nem voltunk optimisták, és egy alacsonyabb a megszokotthoz, korábban megszokott mondjuk 60 kilós őszi nitrogénhez képest, eleve egy ilyen 40 kiló környékén futottunk ki őszi nitrogénbe a kalászosok alá. Tehát eleve lapos pályát röpültünk nitrogénbe, volt egy előző elővetemény belőle egy nagy kivétünk, erre ugye tavasszal nem pótoltuk, tehát eleve későn tudtunk rámenni, ugye beszéltük már ezt, hogy se a törvény nem engedi meg, se a lehetőség azt, hogy tehát a traktort nem bírta meg konkrétan a talaj. Én kevésbé tartom problémának a kilúgzásnak a kérdését, mint amit az Attila mondott, de nyilván ez ízlések és pofonok. Szerintem erre jó átlag körülmények között nincs liziméteres bizonyíték, hogy ilyen erős lenne a kilúgzás. Nyilván egy homoktalaj, vagy esetleg ezeknek a erodált dombéleknek a mondjuk a löszös részei esetleg ott elképzelhető, hogy vannak ilyen veszteségek. Tehát én nem tartom annyira ezt problémának. És akkor ugye nekem megbeszéltük ugye akkor, hogy már mindenki megégett, megcsókolta a forró kályát, úgymond a szárszilárdítóval, hogyha nem szárszilárdított, akkor egy jó árpa az. Hát az árpa, amelyik nem fekszik el, az nem árpa, ugye ez elhangzott már talán azt hiszem a nagy ágyúkban. Nyilván ezt ugye szárszilárdítóval ezt ellensúlyozni kell, de alapvető probléma az, hogy mindig, ahogy mondtuk már az előző műsorban is, hogy a szárszilárdítónak a használata az mindig utólag dől el. Gyakorlatilag egy ilyen szituációban nálunk kódolva volt a dráma, amire még aztán rámászott szerintem a ramulária a végjátékba, és így jöttünk mi egy 5,5 tonnás eredménnyel ki. Aki ugye nem sokkolta meg, nem, mint én, nem lapos pályára röpült a nitrogént, ugye az a 7 tonnába bele tudott menni, de a ramuláriát benézte, tehát a 10 tonnás árpából azért lett 7 tonnás, 58-as hektoliter tömeggel. Mindenki ezért lesett, mint halaszhatyorba, hogy ez hogy lehet, hogy van 7-8 tonnás árpám 55-ös, 58-as hektóval, mert ilyet még minden irányból láttuk már az árpa termesztés, csak ez nem. És ez itt szerintem a ramuláriának a kérdése volt, is erre oda kell figyelni, de gyakorlatilag ramulária, de mondjuk ettől azért avatottabbat kell tőlem kérdeni, de szerintem 10 évente van, de lehet, hogy Magyarországon ritkábban. Nagyon érdekes, mert hogy az jutott eszembe, amikor mondtad, hogy fölmerülhet a kérdés esetleg a hallgatóságban is, hogy amikor előbb mondtam a nem csalódott buzatermést, és nálunk a csalódott árpatermést, hogy akkor, amit én előtte magyaráztam, akkor az hogy van, amikor karbamidra utaltam, meg kimosódás, kilúzódás, minden. Csak ugye az árpánál az egy, amit te is mondtál, nekem heppünk ez a megdőlés. Ez a megdőléstől úgy rettegünk, mint a tömjén füsttől, rettegünk tőle. Nem alaptalanul. Mert igen, mert az utolsó pár hétben nem csak, hogy vagy megszorul, akkor elmehet, de az egy helyzet, amit szerintem abszolút ebben az évben, tehát nem is kérdés, azért voltak ilyen alacsony hektók. Ha ez a hektó 65-ös, akkor 10 tonna 8-9 tonnás árpa egyértelmű. Van közte 15% különbség. Az árpánál viszont nem fókuszáltunk annyira a karbamidos dologra. Rettenetes, az még brutálisabban nézett ki, mint a buza. Annyira, de annyira sűrű volt, meg annyira úgy kelt, meg úgy bokrosodott, hogy hát mondom, ezt így se tudjuk lábon tartani. Hiába fogjuk kétszer, alapból kétszer szárerősítünk, ha olyan az idő most. Ezt nem mondtam, hogy alapból, mert éppen erről beszéltünk, hogy valami tudatosságot ebben, sőt ebben nagyon nagy tudatosságot kell venni, mert ez eléggé belenyúl abban, amiben azért meg lehet keverni a dolgokat, de ha olyan idő van, akkor általában kétszer szárerősítünk, de úgy gondoltuk, hogy ezt még kétszeri szárerősítővel se fogjuk megint lábon tartani, és megint az utolsó, mit tudom én, pár hétben, vagy a május végén jön egy szél, vagy egy vihar, meg ami szokott jönni, és akkor elúszik a 30%-a a termésnek, úgyhogy a karbamiddal nagyon óvatosan bántunk, sőt, előtte adtunk neki egy kicsit nagyobb adagú most, de viszont a karbamidda az nagyon óvatosan. És lehet, hogy ez volt a baj, és ez lehet, hogy most nem azt mondom, hogy engem támaszt alá, de
lehet, hogy ez lett a különbség a kettő között. Hogy a kettő nagyon szépből, az egyiknél ki tudott fejlődni, a másiknál nem tudott kifejlődni. A Buzánnál nem volt jó a hektolitásunk, de jobb volt, mint az átlag, messze. Tehát a szemek azok jobban ki tudtak egy kicsit telni, mert nem jó, mert a 77-es, meg a 78-as, meg a 79-es nem egy csúcs, mert nem 85, de nem is 73, meg 72, ami szerintem nagyon általános volt ebben az évben. Az Árpánál viszont szar lett, tehát ott olyan rossz lett, mint bárkinek, tehát most 60, meg 59, meg most az mi. Hát akkor még ha múlt, akkor nézzük meg, hogy ki mit hogyan tudott eladni, bár itt már részben volt róla szó. Ugye korábban azt mondom, hogy Feri, nálad ugye még ott volt a korábbi termény. Attila, te elmondtad, hogy ti azért ki tudtatok volna szállni viszonylag jól, de hát aztán is legjobban belesüllyedtünk. Így van, a termelőktől átvett termény az azért úgy megnehezítette az életeteket. Nagyon. Misi, meg ha jól emlékszem, akkor ugye te is ki tudtál szállni. Tavaly, igen. Gyakorlatilag tavaly, na, és akkor így van, és akkor most 2023. augusztus 31-én beszélgessünk. Most egy inverz, anticiklusban vagyok a tavalyihoz képest, úgyhogy nem is fejtegetném tovább ezt a... Ez a halottról jót vagy semmit. Attila? Talán valami jót. Nem lett semmivel jobb. Még nagyobb szarba kerültünk szerintem. Hát, igen, ami összefoglaló, hogy amit mondtál, tehát alapvetően a sajátunkat tavaly év végén eladtuk, de ugye mi nagyon sok termelővel dolgozunk együtt, akik a barátaim is, meg integráljuk is őket, meg minden. Mindig eladtuk, muszáj volt megvenni, együtt dolgozunk, de kész. Azóta meg ugye folyamatosan nézzük, hogy hány milliót vesztünk, minden héten egyre többet, azóta is így vagyunk, nagyon sokat valamennyiből kiszálltunk, de gyakorlatilag még van egy csomó ókukorica a nyakunkon. Abból most annyit azért sikerült eladni, hogy az új elvileg, ami most már egy csökkent mennyiség lesz, az egyértelmű a meleg miatt, az el fog férni, meg a napraforgó sírva, tehát éppen az utolsó kis kanállal tudjuk majd becsukni az ajtókat, de beférünk alapvetően, meg a mi körünk, akiknek integrálunk, alapvetően beférünk. Nyilván pénzügyileg az egy rossz helyzet, hogy még ott van mindig ókukorica, és azért nem azt kell kiszámolni, hogy akkor eladtuk 125 ezerért, el lehetett volna adni, most eladjuk az ókukoricát 60 ezerre, és 65 ezer forint közte a különbség. Hát nem annyi a különbség közte, hanem a 125 ezernek ott az első naptól kezdve 15%-os kamata éves viszonylatban. Azóta mondjuk eltelt november óta, mit tudom, mennyit eltelt, 9 hónap, akkor az gyakorlatilag több mint 10% kamat, és akkor a 125 ezer forintnak a 10%, akkor az gyakorlatilag közel 140 ezer forintos, a 125 ezer forintos kukorica, az 140 ezer forintos kukorica. És akkor 60 meg a 140 között 80 ezer forintot vesztettünk. Mert ez most is igaz, hogyha még most se adjuk el, és majd 5 hónap múlva még mindig csak ennyire fogom tudni eladni, akkor még nagyobb. Tehát itt azért nagyon-nagyon meg főbojdítja a dolgokat az, hogy van egy olyan kamatteher velünk, ami ellen dolgozni kell, és az ember erre nem figyel, egy darabig az ellen kell dolgoznunk, tehát amit most mi dolgozunk, és az embereink és az egész cég termel, és el kell tüntetni ezt a kamatkülönbséget, és onnantól kezdve tudunk majd profitot csinálni, és ez mindenre igaz, az input anyagtól elkezdve minden, amit megveszünk, tehát ez nagyon oda kell figyelni, tehát egyelőre így állunk. Elkényelmesített szerintem az a pár év, amikor ilyen 1-2%-os kamatok voltak, vagy 0%-ot kapott az ember a pénzéhez, és akkor nem kellett figyelni, most nagyon durván kell nézni, meg bankot váltunk, éppen azért, mert van olyan bank, aki nem akar pénzt lekötni, mert azt mondja, hogy nem tud hitelezni, és akkor mindenféle gátat csinál, és akkor egy hónapot várunk egy szerződésre, hogy kiküldjék, és akkor utána megint találnak valamit, és akkor inkább átutalom a pénzt másik bankba, mert többet veszítünk már 13-15%-os éves kamaton, és akkor a havi lekötésen mindössze jött várom a bankot. Én nem merek eladni előre, mert mi már megfáztunk ebben, és akkor majdnem ráment a cég pont, mikor nagyon nagy bajba is voltunk. Tehát ugyanazt érzem, mint akkor, hogy a baj az csőstől jön. Tehát azzal, hogy nem kötök előre, inkább megvárom, hogy mi van a tárolóban, és akkor azt minősítjük, és azt a minőséget vegyék meg. Lehet, hogy nem is veszik meg, vagy tehát most ez már abszurd, hogy mi annyira elveszítettük a piacainkat, hogy Magyarországról sehova nem lehet küldeni terményt, akkor az újságokban én letiltanám olyan gyárvigazgatóknak a cikkeit, PR cikkeit, akik
áprilisban azt mondják, hogy mindenki vessen kukoricát, mert kukorica lesz az első, vagy az, ami egyáltalán még reményt ad arra, hogy pozitívba jössz ki, és májusban meg már azt írja, hogy senki ne gondolja, hogy itt kukorica lesz, és nem is vesznek kukoricát. Most is mondom, nem tudom, hogy mi lesz. Én azt mondtam, hogy nem idegesítem azzal magam, hogy minden nap hívogatok három embert, hogy mondják meg, hogy akkor hol van, és mi van akkor, hogyha mondjuk délután hívom föl, mert általában ugye délután közölnek árat, de mondjuk a Repcének és a Napraforgónak meg délelőtt volt egy kiugrása, egy tüskéje, és akkor volt 3 óra magasabb ár, és utána meg 2 nappal később meg már csak 10 000 forinttal alacsonyabb árat tudnak mondani. Nem tudom, hogy mi lesz, de mondom, én azt mondtam, hogy lehet, hogy a legrosszabb taktika, és hatványozódni fog, de ameddig bírjuk, addig bírjuk, aztán mikor pénzre lesz szükségünk, akkor majd keresgélünk a piacon, és akkor majd realizáljuk azt, hogy mi lesz a veszteség, vagy mi nem. Annak sincs értelme, hogy eladom a terményt, igen, 12%-on kötötték, vagy 13%-on kötötték le az utolsó betétet. Ez szépen lassan fog lefelé menni, hogy az mennyit fog hozni, de tehát ilyen 60-70 000 forintos buktákat nem fog az kompenzálni, hogy amit kapunk a terményért, azt visszatesszük. Tehát a remény hal meg utoljára, az emberi szervezet meg olyan, hogy a buktában mindig mélyen merül. Nem tudom, mi lesz. Hát köszönöm az optimista hozzászólást. Tőlem mindig ezt várhatod. Köszönöm. Hasgatom az ereimet. Na hát akkor maradjunk még a virtuális hatásszemlénél, és akkor nézzük meg, hogy állnak a kukoricák. Napraforgók, ugye nem tudom, hogy bárhol már megindultatok-e, mert azért már láttam itt augusztus végén pár kombájn, ami a Napraforgót már vágja. Mit vártok, mit láttok? Kukorica, én teljesen azt gondolom, hogy az lesz, mint az Árpánál. Tehát én azt látom, hogy nagyon jó volt 2-3 héttel ezelőtt, igen. Most se rossz. Tehát nem lesz rossz, nem olyanról beszélünk, mint tavaly, még nálunk tavaly előtt is nagyon nagy, előtt még négy nagyobb a száj volt, mint tavaly. Tehát nem arról beszélünk, csak arról beszélünk, hogy simán benne volt egy nagy termés. Én azt gondolom, most ahogy is a satszolom kell, meg mondta az Oli, hogy számokat, ő is, tehát mondjuk valamit, aztán most valamit mondani kell. Én azt gondolom, hogy simán benne volt ezelőtt 3-4 hete a 12-13 tonna, az nem volt egy, tehát abszolút benne volt. Az biztos, hogy én azt gondolom, hogy ez 10-nél több biztos nem lehet, ebben a 2 hétben biztos, hogy elszállt 20-30%, kész. Tehát azt szögezzük le, hogy ez nálunk igaz, de nálunk sem minden területre igaz. Azok a területek, ami nagyon korai kukorica volt, már nagyon előre volt, és már igazából már ott volt, hogy kialakul a fekete réteg, és utána már nincs beépülés, onnantól kezdve ez a száj az nem sokat rontott rajt. Azt gondolom, hogy nálunk azokon rontott jobban, amik a későbbi kukoricák, és egy kicsit hátrább voltak még a többihöz, mert abban még jól bele tudott vágni. Ez a száj az még messze volt attól, hogy tehát még sok ideje volt, viszonylag sok ideje volt ahhoz, hogy a tápanyag beépülés befejeződjön. Ami már közel volt hozzá, azon kevesebbet rontott. Amit mávola volt, azon többet rontott. Annak ellenére nyilván nem lesz rossz termés, csak nem annyi, amennyi 3 hete ígérkezett. A napraforgónál, én azt én most is jónak látom. Tehát az, nyilván az már most a meleg, az ott érte, hogy már vége fele járt. Ott talán nálunk, ugye nekünk azért viszonylag sok étkezési napraforgónk van, 660 hektár, és az étkezési napraforgó sokkal későbbi, ott abba meg ott nagyon-nagyon fontos a magméret, a homogenitás, abba azért szerintem jobban belenyúlt. A sima HOL, tehát normális ipari napraforgókba ott talán kevésbé. Ha a mi területeinket nézzük, azok éppen olyan területek is, ahol a napraforgó meg a kukorica van, amit mondhatjuk azt, hogy tényleg az Lajos Kalának a jó meg mély területe, tehát ott alapvetően én azt gondolom, hogy a napraforgó az jó lesz. Marha ne is adszon, én azt gondolom, hogy nem csak nekünk, ott Lajos-Komárom környékén azért az a 4 tonnás HU, az, vagy ilyesmi, az ott lehet, hogy fölötte, most nem tudom. Ma az étkezési az jóval alatta, mit tudom én, 2-8-3 körülre gondolom, aztán majd nyilván meglátjuk a végén. Negyed év múlva leellenőrizzük. Ja, igen. Hát nem csak a saját, hanem a gazdatársaknak a napraforgóit is nézve, bár ott nem tudva, hogy HU-s vagy LU-s termesztések vannak, nekünk HU-s van. Alapvetően, hogyha végig szaladok a határon, a korábban vetett napraforgók jók, és jobbak is,
a gyengébb határrészeken, mint a később vetettek. Tehát ahol alacsonyabb aranykorona érték van, ami nálunk elsősorban ugye víztartó képességben, tehát kolloid hiányban és só felhamozódásban gyökerezik. Tehát ezeken a gyengébb részeken, ahol van ez a kettős probléma, ott egyértelműen jobbak a korábbi vetések, és egyértelműen a gazdatársak időzítettek jobban. Nekünk ott nem látszik sikertörténetnek a napraforgó, de ugye itt is, ahogy mondta, mindenki a maga szintjén szenved, vagy kínlódik. Tehát azért még valahol egy ilyen 3 tonna környéki átlag még kijöhet szerintem a napraforgónkból. A jobb területeken, hogyha most aranykoronába akarom kifejezni, egy ilyen 30 körüli aranykoronál, ami egyértelműen jobb kolloid dikával rendelkező területeket takar, és még itt még a humusztartalom is esetleg magasabb lehet, ott egyértelműen szép, itt-ott túl szép napraforgók is vannak. Mi gyakorlatilag most kaptunk egy kis esőt, tehát mi most akarunk, adott esetben holnap szeretnénk deszikálni, míg a repcénél ezt simán meg tudtuk úszni. Ugye pont a területeknek a nagyon mozaikossága miatt ezt napraforgónál nem lehet, tehát mindenképpen szükség van deszikálásra. Én a személy szerint én glifozát párti vagyok, tehát én ilyen gyomos szemléletű ember vagyok még a tudományos, fantasztikus lánykoromból, és én ugye az évelő gyomot, hogy mondjam, tűzzel, vassal egy kicsit talán túlreagálva, de írtam, de hogyha ahogy tartunk a mintil felé, pláne a nótil felé, itt kíméletlennek kell lenni e tekintetben, és én nem a dikvátos irányból futom ezt a kört. Nekem ez tetszik, már megtanultam, tehát ez az irány. A kukoricánál a helyzet ugyanez, csak ez a korábbi, későbbi vetésidő talán annyira nem jön ki. Ahol ez a kolloidikai probléma, só probléma van, foltszerűen és nagy foltokat érintve adott a táblában, ott gyakorlatilag hát ilyen térdre imához állapotok vannak, tehát ott egyértelműen ezekben a foltokban térdig érő kukorica van. Tehát ott sakmat. Ennek a táblának a jobb részein, vagy a határnak a jobb részein egyértelműen ilyen szájtátós kukoricák is vannak. Nekünk is, szomszédoknak is. Nagyon érdekes, ahogy nézegetem a szomszédokét is, hogy simán öntözés nélkül látok vastagon 10 tonna fölötti kukoricákat is. Adott esetben még lehet, hogy jobbak, mint mondjuk a mi öntözött kukoricánk is habitusra. Persze ugye itt majd nagyon sokat jelent az öntözésnek a hatása a szemkitelítődésre. Tehát olyan lesz, mint a gumibot, hogy így lehet hajlogatni, az azért egy 20-30%-ot simán el tud vinni. Mi meg ugye folyamatosan az öntözéssel tudjuk biztosítani a szemkitelítődést, bízva ebbe, hogy a gondoskodás mondjuk nem lesz hiába való. Azt látom, hogy nem lesz akkora az öntözési reakció, tehát tavaly mondjuk szerintem egy 6 tonnás öntözési reakciónk is volt a szomszédokhoz, vagy akár önmagunkhoz képest. Most azért a csapadéknak a mennyisége és az eloszlása, én azt gondolom, hogy ezt a különbséget azért kiigazítja, de még egyértelműen látszódik az öntözés előnye, különösen, hogyha a drónt fölreptetjük, és megnézzük, nagyon szépen kirajzolódnak most már a centerlinároknak a helyei, tehát hogy hol jár az öntöző, vagy a dobos öntözőknél, hogy hol tudtunk pótolni, és adott esetben hol nem. Valahol egy ilyen 2-3 ezer tonna körüli kukorica számok lesznek itt ugye ebbe az őstermelésbe. Tehát ez majd nyilván azzal pontosodik, hogy hektáronként mennyi fog teremni, de szerintem egy ilyen az öntözött és öntözetlennek az átlagába egy ilyen 9-10 tonnás évben most még merek gondolkodni, aztán hogy
hol ér bele a biliba az ujjam, az majd meglátszik. Nyilvánvalóan egy ilyen 60 ezer forintos szituációnál azért egy pozitív nullára ki tudunk futni a kukoricával, vagy még talán azt meghaladóra, és erre szükségünk is van, hozzáteszem. Tehát hát reméljük majd Váradi doktor ebbe tud nekünk segíteni, mert szerintem rajta sok fog ezen múlni. Én már itt fogtam a kezét a szünetbe, hogy akkor csináljunk stratégiát erre a kukoricára, hogy nehogy elmerüljünk. Tavaly a szaktanácsai nekem nagyon sokat értek, hogy így mondjam. Tehát, mennyi volt az átlag, vagy mennyit vársz, hogyha üzemi átlagban kell még egyszer? Azt lehet, hogy... Hát ilyen 9-9-10 tonna. Szerintem Zoli nagyon örül neki, hogy most itt az ő előadása után van Nagy Ágyúk podcast, mert egy folyamatosan felemlegetjük a, igen, a nevét. Feri, először a kukoricát. Nekem még egy kis szója, nem tudom, hogy az érdekes. Ja, jó, figyelj, térjünk vissza. Jó, rendben. Jó? Okay. Mondd egy gyorsan szója. Nem érdekes, hát a magyar tanár úr. Feri, kukorica? Hát én nem szeretem már becsülgetni, mert még 2 hónap vissza van. A bőgés az most indult. Tehát, de tényleg, most a Nagy Dani volt nálam, most ugye őt is behozom ugye a Sávművelés podcastba. Sávművelés podcast, így van, mindenki lapozom vissza. Dani van 35 fokban, 1 órakor, hát 2, hova megy, ugye? Bocs Feri, hadd folytsam el bejed a szót, tehát most belém vágtad a kést ezzel a szarvasokkal, ezt azért el kell mondanom, ezt téged is érdekel ez a szarvas téma, hogy a vízi erőmű odaállt a túloldalon, éppen felújítás alatt van, vagy karbantartás alatt, és gyakorlatilag egy árhullám vonul le a Dunán, és gyakorlatilag elárasztották a Szigetköz bőgés idején, tehát hogy lehet, hogy mire hazamegyek, akkor módosítanunk kell a számaimat nekem is, hogyha a bent bőgnek az öntöző fürdbe. Bocsánat. Ja, na, Danival 35 fokban délután 1 órakor megyünk, és akkor hát persze a szomszéd az kivetette a spalétig a kukoricát. Megyünk, mondom, ebbe a 1,5 méteres gazba, és egyszer csak mondom, nézd meg ott egy koca, és Dani mondja, hogy meg több is. És akkor egy konda ment be éppen a kukoricába, tehát úgy van, ilyen háromszög élbe jön ki, tudod, hegybe, és akkor a szomszédnak a kukoricáján váltottak át a mi kukoricánkba. Az különben egy 100 000 forintos mag volt, így hektáronként, és hogyha a csuhélevelet nem nézem, akkor azt mondom, hogy fú, rekordtermés, az csak ki kell bontani a csuhélevelet, és akkor meg kell nézni, hogy termékenyült, meg a 60 000 forintos mag az, hogy termékenyült, tehát nem, megint tavaly nagyon jó volt ez a kukorica, csak hát most idén nem, valami defektje volt éppen akkor, mikor virágzott. De nem volt bogárkártétel, meg ilyen. Tehát az nem tudom, hogy milyen lesz. Megmondom hát ugye egyébként, hogy milyen lesz a vatkár benne, az még egy nagy kérdés nálunk. Az egyébként meg jól néz neki. Tehát most megint látszik az, amit itt beszéltünk szünetben, hogy amit szoktam mondani, hogy augusztusig izgulok. Tehát, hogy nálunk kevésbé sült fel a kukorica, mert most ebben az utolsó másfél hétben itt nálunk is azért elég durván leszáradtak a kukoricák. Bár már ezt is megkaptam, hogy látod, a tiéd, az még zöld az a kukorica, és a miénk milyen jó, mert kevesebb lesz a szárítási költség. Igen, én meg azt mondtam, hogy jó, hát még van 2 hónapunk. Most ebből kicsit szerencsésebb, hogy talán kevésbé sül föl, de 320-350-es faószámú kukoricákkal dolgozunk éppen azért, mert hogy a nótében hosszabb a tenyészidő. A napraforgó, soha nem tudok jól napraforgót becsülni, mert ott lusta vagyok ahhoz, hogy leszámolgassam a tányérokba a kaszatokat. Az egyik nemesítő házunk, ott minden napraforgón, ami akart, ki kell. Tehát 66 ezerrel vetünk, mert mindenünk van. Tehát ez úgy, hogy a nyúl, a fácán, akkor a csigák. Na mindegy, és akkor tehát az nagyon gyönyörű, főleg ott, ahol a marhák legeltek télen. Tehát azok a táblák, azok tényleg nagyon jól néznek ki. Van egy másik nemesítőház, ami, ja igen, az előző nemesítőháznál ott minden nagyon szép, tehát nagyon jól mutatnak, csak éppen mikor a pótkocsit megrakjuk, akkor 10 tonnán, 1 tonna mínusz van. A másik nemesítőházhoz képest, aminek sokkal csetvásabbnak néz ki a napraforgója, nagyon vékony, magas, kis tányérokkal, csak hát a súlya az nagy. Ezért is általában így félbevetjük, tehát hogy elfelezzük a két nemesítőház közötti különbségeket, csak hát ez az utóbbi, ez elfelejtett kikelni, és akkor mint jó... Ez komoly hátrány.
jó termelő, vagy itt is kivétel, hogy én nem gondoltam arra, hogy ez vetőmag lesz, hanem kerestem magunkba az okot. Ugye voltak előző évről tapasztalataink csigakártételről, akkor megjelentek a hangyák, akkor találtunk most drótférget is, és akkor mindig, hogy én vagyok a hibás, de nem állt össze a kép. Tehát ez olyan, tudjátok, mikor a pulóvert fölpróbáljátok, és akkor jó-jó, de valahol mindig szorít. És akkor a Kesztei Sanyi barátomat kihívtam, aki szerintem a legjobb rovaros, akit én ismerek, legalább, az biztos. És akkor a Sanyival is végignéztük a területeket, és ő is azt mondta, hogy hát ez vetőmag. Akkor hívtam ki ezt a nemesítőházat, de igazából inkább informálisan, hogy beszélgessünk erről, hogy mi van, és akkor arra jutottunk, hogy ami még védhető is lenne, hogy mivel nagyon sok szulfonilúrát használunk, mivel egy posztkezeléseket hajtunk végre, hogy tavalyi aszályosabb év miatt akkor ezek felhalmozódtak, és akkor használunk metszulfuron metilt is, és akkor az még erősebb is. De az rácsodott különben, mikor én ezt kiírtam, ezt a posztot, akkor sokan jelentkeztek, és kiderült az, hogy minél kevésbé műveli a talajt, annál nagyobb a baj. Ez azért nem derül ki, mert mondjuk aki szánt, ott még egy hűvös tavaszunk volt, ugye hűvös csapadékos talaj, de a szántás miatt nagyon sok a levegő a talajban, kevesebb a víz, tehát jobban melegszik, ezért közelebb van ahhoz a csírázási ponthoz, amit a laborban is mérnek. És minél kevesebb művelést alkalmaz, vagy például, tehát hogy értsétek, tehát a Grubernek a kapaosztása az nem 20 meg 27 centi, hanem 35 vagy 40 centi. Ő már rosszabbul járt ezekkel a vonalakkal. És akkor hát kiderült az, hogy sokan vannak ilyenek, akik vagy újra kellett vetni, vagy azt hitték, hogy ők szúrtak el valamit, és akkor ebből probléma lett. És hát van most egy 10 hektáros táblánk, amit lekaszáltunk, tehát azt úgy arattuk le, azt a napra forgott, hogy lekaszáltuk, mert a muhar följött, és persze hát itt az AÖP-be be kellett vállalnunk valamit, és akkor hát hogy mi nem műveljük a talajt, vagy zölden borítjuk, vagy nem tudom most már, hogy van ez a vállalási pont. Ja, a másik az pedig, hát én is támogatás paraszt vagyok, vettem a raktárra valami löttyet, hogy az AÖP-t tudjuk. Gratulálok! Szemben vizeltem magam, na mindegy. És akkor... Mégis nem úr, aki nem pazargol. Ja, most azt mondtam, majd megnézem a kísérleteket, aztán kiszórjuk. Na mindegy, és akkor... Tehát azt most lekasztáltuk, és akkor az volt a durva, képzeljétek el, hogy hát május végén elvetettük a napraforgót, volt, amit harmadszor, tehát ott már vettünk egy másik fémzárszámú vetőmagot is, amire a nemesítőház azt mondta, hogy ez már tuti jó lesz. Hát az június vége, július elején kelt ki, és akkor augusztus elején virágzott. Csak hát mivel én júliusban arattam, meg elmentem szabadságra, én azt nem néztem meg, mivel hogyha nem kelt ki három héttel a vetés után, és akkor megnézzük a képviselővel, és megegyezünk abban, hogy ez káó. És csak éppen azért, hogy mi a zölden tartjuk, tőle, és akkor megnéztem, hogy le kell kaszálni, mi van. És akkor látom, hogy a sorok azok szépen ott vannak. Most nem tudom, hogy mi lesz belőle. De a másik meg az, ami különben így menet közben így eszembe jutott, hát hogy a homokkizap sem bírja különben a szulfonilúreákat, tehát azzal is lehet, hogyha ki akarjuk venni, akkor azt így simán ki lehet venni. Na mindegy, és akkor hát a takarónövényekben meg olyan szép fényképei vannak itt a homokizabról, hogy hát a marhák ott állnak bent az 20-as, 40-es homokizabba, és akkor legelik, és akkor utána tavasszal meg nincsen. Meg az is nagyon furcsa volt, hogy dombtetőkön, tehát ott, ahol szárazabb és melegebb, ott még elfogadhatóan, tehát ilyen 70%-os keréssel kikelt, de ami nedvesebb körülmények között volt, ott mondom 10% alatti kerésünk van. A másik durvasabb pedig ugyanebből a hibridből maradt két évvel ezelőtti magunk, azt elvetettük, és még a színe is nagyon durván látszódott, hogy hol volt a kettő. A tőállományról pedig ne is beszéljünk, ugye, mert ott is minden kikelt, ami ki akart kelni. Tehát én mondom, nem vagyok olyan ember, aki egyből a vetőmagra mutogat, de azért szerintem elég sokszor rá kéne arra állni, hogy a 80%-os csíráképességű vetőmag az nem vetőmag szerintünk. Tehát, hogyha tőlünk 90% fölötti csírát kérnek az előállításba, akkor mi miért vegyük meg a kikészített vetőmagba, ugye? Vagy meg bonifikál. Akkor mi miért
vegyük meg a 80%-os vetőmagot, meg hát most már, hogyha jól értettem, akkor nem is 20 fokon nézik laborba a csírázást, hanem 25 fokon. Tehát azért az eléggé messze van, egy, mondjuk elvetjük 12-13 fokos talajba, és akkor utána jön egy lehűlés, vagy 3 hétig 12 fok van a földbe. Tehát, hogyha nincsen olyan vigora, hogy ezt túlélje, vagy elinduljon, és akkor valamilyen ilyen kóortesz kellene különben ezekre a fémzárszámokra is. Meg hát az is furcsa, hogy itt Magyarországon előállítanak hibrideket, és ugyanazt a hibridet megvesszük, és akkor valami török, spanyol, meg francia, román, nem tudom milyen zsákokat adnak, osztanak ránk. Tehát itt valami, és persze régen minden jobb volt, ugye, de azt azért vissza kéne hozni szerintem, ami régen volt, hogy a 90-95% fölötti csíra képességű növények legyenek inkább a vetőmagok, én ezt mondom. Hát erre a témára én is ugye föl tudok akadni. Nekem annyira tavaszi, tehát mondjuk napraforgó kukorica vetőmagokkal nem volt problémám, vagy nem ilyen súlyos, hogy ki kelljen hívni nemesi tárgyat. Ez nem jelenti azt, hogy nem csak szerencsém volt e tekintetben, de nyilván ezek a román tételek azért mondjuk egyöntetűségről, főleg, hogyha szemenként vetésről van szó, tehát kalibráltság, sőt, a napraforgó tételeknél ilyen francia-román előállításoknak kifejezetten a financlábszárok, meg minden volt benne, és akkor a tartsd a tőszámot, meg csináljunk precíziós gazdálkodást. Tehát ilyenek azért előfordultak, de az a ilyen durva a dolgok, mint amiről beszélt, talán én nem tudok beszámolni. Ellenben mondjuk kalászos oldalon már ilyen régen ilyen beakadt problémáim vannak, és egyszerűen nem is vagyok hajlandó. Tehát csak annak a vetőmagnak hiszek, amit saját magam hamisítok. Tehát egy dolgot tartok nagyon fontosnak, hogy megbízható forrásból jussak hozzá első fokhoz, és az egyik a fajta választási szempontjaim között, ez egy viszonylag jelentős, mind a mellett, hogy ugye már lassan évtizedek óta nyúlóan végzünk saját fajta kísérleteket, de mindenképpen, tehát ennek a meccésében, tehát a jó fajta, és az, hogy az első fokból, a másodfokból alakítást én csináljam meg. Rengeteg nagyon rossz tapasztalatom volt e tekintetben, hogy a körzetünkben viszonylag sok kalászos, vagy több kalászos vetőmagelejtő is van, és hát nagyon rossz tapasztalataim alakultak ki. Tehát ott kezdődött, hogy az egyik vetőmag szaporító el is vetette nekem a címeres vetőmagot, és azóta van vadzabom. Például, de, tehát ezt mondjuk mi jól tudjuk hasznosítani, mert nem kell az Alföldre menni a vadzabos kísérletekkel, de azóta megvan. Tehát van egy 3 hektáros táblám, amivel konkrétan kalászos vetőmagelejtótól kaptam. Hozzáteszem, a veszélyes 12-ben benne van, tehát azért elvileg térdre és tarkó lövés járna. Bocsi, most én vágok a te szabadba, hogy mi német fémzárolt homokizabbal hoztuk be magunkhoz a vadzabot. Igen, hát nagyon nehéz ez a történet, ugye ez a vadza, vagy nem, mi ez, homokizab előállítás, ez meg egy amúgy is egy ilyen szűk téma, tehát könnyen rá lehet bukkanni még minősített német forrásokból is rossz minőségű magra. De én konkrétan, tehát a magyar kalászos vetőmag előállításnak az állapotával nem vagyok megelégedve, de remélem, hogy ez nem általános, tehát ezek az én kellemetlen ilyen prepubertás élményeimbe gyökereznek, de hogyha ezt a korai 10 évvel, mondjuk ezelőtti, vagy tizenennyi-mennyi évvel ezelőtti történést tovább akarom folytatni, akkor alopekuruszos táblája, területe van az egyik szomszéd faluban lévő gazdának. Tehát nincs, nem jellemző gyomnövény nálunk, egyébként kalászosokban az egyik legveszélyesebb gyomnövény, nem egyszerű az írtása, ugyanúgy vetőmaggal érkezik meg. Egyikében, tehát nincs, nem is látjuk, keresni se lehet, és egyszer csak, mit tudom én, Dunaremetén megjelenik. És agyig. Tehát ez ugye nem a gólya vitte oda,
hanem nyilvánvalóan a vetőmaggal. Tehát, vagy vetettünk az egyik gazdatársnak, nekünk kellett lecsámázni, mert ilyen, mit tudom én, évek ezért magtrágyát is tettünk rá, és gyakorlatilag a sima commerce silóból leengedik gyakorlatilag a fél, hogy is hívják, szalma, meg mindenféle dzsuvával teli, és vetőmagnak gyakorlatilag eladják. Én azt gondolom, hogy az sem tett jót a kalászos vetőmagoknak, hogy a vetőmag üzemek, vagy nemesített, most pontosan nem is tudom, melyik kifejezés a helyes, hogy saját maguknak minősítik. Tehát valahogy az állami vetőmag minősítés valamilyen szinten be lenne dobva a gyeplő a lovak közé, és itt ezek a vetőmagos fiúk maguknak azt minősítenek vetőmagnak, amit akarnak. A tavalyi év pedig ennek a csimbora szója volt, amikor mindenféle ilyen talán állami engedményekre gyakorlatilag ilyen minősíthetetlen csírával vetőmagot, ugye állami címmel vetőmagot állítottunk elő, 200 ezer forintért. Tehát ocsút, rostaj minőséget kaptunk, 200 ezer forintért. Ezt nem akartam felhozni, de igen, ez nekem is csípi a szemem. Megveszem az különleges címeres zsákban lévő elsőfokú vetőmagot, belevetem a tavaly előállított, abban a táblában előállított commerce termesztésbe, tehát abban van egy mondjuk 3-4 hektáros, 5 hektáros vetőmagelejtás, körülötte egy 20-ennyi-mennyi hektár commerce, nyilván a normál védősávval. Maga az elsőfok egy minősíthetetlen moslék. Tehát egyszerűen annyit kellett idegenelni, és belenéztünk az általunk előállított ugye másodfokból commerce-ba, abba gyakorlatilag nem lehetett találni szerintem töredéke annyi idegent, mint amit én címeres zsákba kaptam. Szerintem ez nincs jó helyen, ez a történet, és szerintem itt azért gyökereznek ebbe problémák, hogy ugye ki tudja mennyi jelentődik le, hogy mennyi terem, és mennyi lesz valójában mondjuk beírva, és lesz majd szépen mázzal bekenve, és címeres zsákba, és koronás pecséttel ellátva. Tehát én ezen szerintem el kéne gondolkodni. Tudod, nincs is, aki idegeneljen. Vagy arra jó, hogyha kijönnek, még megcímerezik a kukoricát, az ilyen mentonjobos alakulatok, de mondjuk a nótiles tarlóinkat mondjuk végig tapossák, benyomolják, 90-nel röpítenek végig a földjeinken. És hogyha szólok, nekik még el is ásnak. Hát azért tud menni, mert nótiles a terület. Világos. Igen. És oda hiába magyarázom. Művelné, de elsüllyedne meg több gázat. Hiába magyarázom az egyszerűjének, hogy ez erre mi vigyázunk. Tehát mi 4 millió forintos gumiabroncsokat veszünk, 3 millió forintért veszünk a traktorra, hogy leengedjük a gumit, hogy ne tapossuk. Hülye gyerek a hordával meg veret végig a földön a dukátóval, meg a mit tudom mivel. Na, mint elnézést, most egy kicsit majd kivágod. Nem, hát ez jó. Alapvetően azt szögezzük le, sajnos a vetőmag kérdés az egy bizalmi kérdés. Ez nincs mese. A kalászos előállítók vagyunk, meg vetőmagüzemünk is van. Hozzánk azért a hatóságnak, a hatósági kolléga az folyamatosan jön. Folyamatos, valóban így van, amikor elitből állítunk elő egy fokot, vagy egy fokból állítunk elő két fokot. Alapvetően az idegenelés, tehát nekünk is 30-40-50 ember kell 300 kilométerről hozni, mert ezt csinálni kell. Nem örülök neki, mert közben tiporják, mert minden. Idegenelni kell. Megcsináljuk, szerintem precízen kiidegenelik, a hatóság ellenőrzi. Azt gondolom, hogy nem is a márka képviselő, vagy hát a vetőmag tulajdonos. Azt gondolom, hogy, de mégis, tehát most ezt hogyan mondjam? Én azt gondolom, hogy ami rá van írva, a csirát ellenőrzik, tényleg megnézik, elviszik a mintát, tehát az a tisztaságát, ez minden rendben van, de még ennek ellenére, és azt gondolom, nálunk nincs ilyen rossz tapasztalat, ennek ellenére mégis egy nagyon-nagyon bizalmi kérdés, mert most ezt nem akarom így, vagy nem tudom mondjam, de most ha mi nem azt a buzát, hanem van két ugyanaz a fajta, egy másodfok, meg egy már negyedfok. Hát ha most levágjuk, aztán véletlenül a traktoros rosszba önti bele rossz kupacból, a 100 kupac közül, akkor belemegy a másod, vagy amiből első fokból állítjuk elő a másodfokot, akkor belemegy olyan, ami kinézetre senki nem fogja megmondani, hát ugyanaz a buza, csak már nem tudom hányat fog. Tehát azért nyilván
emiatt bizalmi dolog. Tehát emiatt azért nyilván, de azért igyekszünk odafigyelni, táblázzuk, de én azt gondolom, hogy nálunk nagyon a hatóság úgy ellenőrzi, hogy kell. Én úgy gondolom, hogy amit le tudnak ellenőrizni, és amit le van, az le is van úgy ellenőrizve, az tudja is. Nyilván ennek ellenére bizalmi dolog, meg követhetünk el hibát, és nyilván el is követnek is el hibát. Követnek el hibát, volt olyan, de megmondom, hogy akkor nyilván ezt orvosoltuk. Tehát abban a pillanatban azért az kiderült, mert azért több ellenőrzésen keresztül futtatjuk le a dolgot, mindenhol táblák, falak, gép, külön ember oda, és hogyha véletlenül a traktoros esetleg rosszba önti, akkor azt volt olyan, akkor azonnal azt megszüntettük. Tehát akkor azt sajnos az a kupa megszűnt. Én azt gondolom, hogy ezt lehet jól csinálni, de ezt nem lehet. De ez tök mindegy, hogy ki, hogyan, milyen országban a vetőmagállítás, akkor is csak egy bizalmi dolog marad. A tavaszi növényeknél voltak problémáink. Én azt tettem észre, ez marha érdekes, de ezt lehet, hogy csak véletlenül. Hogy aki csúcsgenetikát árul, mondjuk napraforgóból csúcsgenetika. Érdekes módon, hogy ott fordult el egy csomószor elő, hogy fizikai problémák voltak. Szemét, ilyen-olyan mag, amolyan mag szem. De ugyanannak a cégnek a kukoricája az jó, nagyon jó, de nem a csúcsot képviselte, mondjuk ez a tév. De ott hibátlan volt mindig a fizikai. Ránéztet, ez egy gyönyörű. Hát ebbe egy szemét. És no-till-be, bocs, hogy megint szabad vágok, de no-till-be tök jók azok a kukorica fajták, hibridek. Tehát jó, azok a vonalak, jó, ennek jó, a cégnek. De teljesen jó fajta, csak mondjuk, ki kell emelni, hogy ki a Magyarországon az elmúlt 20 évben első két helyre, nem persze, ezt, a céget tennénk az első két helyre. Attól függetlenül van olyan fajtája, ami lehet, hogy üti ezeket, de ha megkérdeznénk itt a társaságot, akkor a 90%-a nem ezt a céget mondanák kukoricába az első kettőbe. De érdekes, hogy a kukoricájuk viszont mindig hibátlan volt fizikai kiszerelésben. Akkor az, ami kukoricában nagyon jó, ott érdekes módon a napraforgóban nincs ott, ahol a kukoricában, ott a napraforgójuk mindig hibátlan volt, a kukoricájukban meg volt hiba. Tehát én valahogy úgy gondolom, hogy aki tudja, hogy csúcsgenetikát árul, akkor most rácsúszhat egy kis szarságát, hát úgyis meg fogják venni, mert hát annyi, mert azt tudjuk, hogy jó. És ezt az 15 éve figyelem, hogy ha előfordul hiba, mindig ott fordul elő, ahol csúcsgenetika van. Ugye gyökerezik ez valamilyen szinten a munkaerő hiányba, tehát a kézi munkaerő hiányba, tehát képtelenség, amennyi vetőmag előállítunk, úgy látszik, hogy ez nincs megfelelő mennyiségű és minőségű kézi munkaerő, ezt talán be kéne vallani. Ez is. Ugyanakkor nyilván egy köldökszösz vizsgálatot el kéne tartani, hogy mondjuk az illetékeseknek, hogy tavaly előtt, 5 éve mennyi betűmag előtt ezt zártak ki. Értitek? És abból rögtön meglátszik a statisztika, hogy milyen erős a nyomás. Mert az biztos, hogy látszik, hogy a feltételek előállítói oldalon azért korlátozottak. És hogy nyilván a statisztikák azért nem férek hozzá, de azért beszélgetésekben merjük vélelmezni, így fehér asztalnál, hogy hát nem lehet nagy drámákat hallani címeres zsákból vetőmagot előállító cégeknél, hogy a nagy kizárások lennének. És ugye rekordtermések vannak mindig a vetőmag előállításban. Persze nyilván a legjobb táblákra, talajukra tesszük, tehát ennek van egyfajta ilyen fundamentuma, van, ami megvan, mint fundamentum, van, ami meg nincs. Tehát, nem akarom ezt tovább fejtegetni, én azt gondolom, hogy a gazdatársaknak is, meg a termelőknek egyértelműen érdeke lenne, hogy ha már ilyen hantos tételeket elkérnek vetőmagért, akkor az legyen gatyába rázva, és ez a tavalyi história, ez ennek a története volt, és ez mondjuk a szója, az idei szója, be nem hagytad, hogy beszéljek róla, idei szója termesztésünknek az egyik problémája volt, hogy ugye elvetettünk 70 hektár szóját, és abból gyakorlatilag 50-et újra kellett vetni részben, ugye vetőmag problémák miatt, és utána kaptunk a nemesítőháztól ingyen egyébként vetőmagot, újra vethettük vele, viszont az minősíthetetlen minőségű volt, és rajta volt a címer. Fémzárolt anyag, vagy hát tele, tényleg, még talán harcoló német alakulat is volt benne. Értitek? És ez vetőmagként átment a rendszeren. De viszonylag jobb csírával, mert ez kikelt. Tehát igaz, hogy egyszerűen a
központi magtartályból a levegő képtelen volt. Tehát a fiam meg a munkatársa cucálták annyit ezt a vetőgépet, mert a benne lévő filánclábszárak eltömték a levegő, tehát a szállító csöveket. És ezen rajta volt a plecsni. Ez nem vicc, ez fémzáró tétel volt. Szerintem van hova fejlődni, még akkor is, hogyha ez most nem vonatkozik mindenre, tehát nem szeretnék mindenkit összekenni piszokkal, de ugyanakkor ezek létező történetek. Még a végezet, amit elmondtam, hogy nálunk ugye hála Isten ilyen rossz tapasztalat nincs, tehát a kalászos előállítás szerintem nálunk nagyon rendben van. Én most azt gondolom, hogy nagyon maximálisan figyelünk, a hatóság is figyel, szerintem tök jó. De annak ellenére, hogyha mondjuk csak egy perc, hogy a precíziós gazdálkodásról beszélünk, mi minden meg próbáljuk ugye a vetőgépeket és a technikát is próbáljuk fejleszteni. A genetika, de ugye ez is nagy kérdés. Tehát ugye kilódunk régóta ez a kalász, hát régóta, évek óta kalászos szemenként vetés. Szerintem abszolút van benne fantázia, sőt, hát nyilván, hogyha tök egyenletesen elosztjuk, kevesebb, tehát az nyilván. De a gépi oldalról is ugye kilódás van, de a gépi oldal azt mondja, azért van kilódás, mert a vetőmag oldalról kilódás van, és azért nem tudnak erre reagálni. De ugyanígy a kukoricánál is, ugye az is nagy baj, hogy most próbálunk persze, azért sokat segített rajta, hogy a gravitációt kivesszük. Most a kukorica vetőgép hogy működik? Tárcsa, megszűnik a vákum, leesik, ötöt pattan neki ide-oda a vetőcsőbe, akkor ha nagyobb, meg kerekebb a szem, akkor az nem akad annyira, még nem veszett annyira sebességéből, mert a vetőgép az minden vetőgép, még a rossz vetőgép is rohadt pontosan adagol. Tehát azok nagyon pontosan, csak ugye ott száll el a dolog, hogy amikor elesik, és akkor tök mindegy, hogy milyen magasra esik, de az nem úgy esik le, hogy puff, mert nem egyformák a magok, egyik beleütődik kétszer az oldalába, másik háromszor az oldalába, a légellenállás egyiknek olyan, melyik kerek, tehát ott már egyből mennek szét, és azért lesz ugye tőtáv különbség, és ugye az már egyből termésben mérhető. Ha a vetőmag normál, meg a vetőmag frakción, meg nem szigorítunk, akkor ugye ez olyan, mint az Leibniz-féle törvény, hogy most hiába próbáljuk a másik oldalt fejleszteni, ez egy nagy gát lesz. Ezen szenvedünk, hogy gyakorlatilag mikor az Európai Unió csatlakozás után lazult, ez egy kicsit meg előtte szigorúbb volt. Igen. És utána hogy ez lazult föl, a gépeknek a fejlődését nem érezzük a vetőmag minőségén, vagy a vetésnek a minőségén, mert hiába fejlődött a technika, ez a rész még lazult, és Nem látom, hogy annyira precízen. Sőt, Attila, ugye ez egy ilyen régebbi veszőparipám, hogy maga a precíziós gazdálkodás szakadt el a valóságtól. Tehát teljesen a technika fogjává vált, és ugye, ahogy szoktam mondani, hogy a precíziós mesterlövés puskába szatymát tömünk bele, vágott olmot. Így van. Értitek? Ez igaz. Tehát ez agronómiailag fogalmunk nincs arról, hogy amiket itt ma itt a klubban azért boncolgattunk, ezeket a ugye, különböző hibrideknek, fajtáknak a nitrogén görbéje hogyan alakul, vagy a nitrogén válasza a dózisokra. Erről fogalmunk nincs. Egyik, hogy is hívják, növényfajnása is. A Tominak igaza van abban, hogy például ebbe óriási a változatosság, tehát ebbe igazából sok év kísérletezés után mondjuk eljutott oda a szakma, vagy mi, mert lehet, hogy még a szakma ide se jutott el, hogy utólag mindig meg tudjuk mondani, hogy mi a jó nitrogén dózis, meg mi a jó nitrogén tőszám. De ugye ezt nem egy évvel utána, vagy a betakarításkor kéne tudni megmondani, hanem még mielőtt a töltény beletömöm a puskának a csövébe. Azelőtt kéne tudni, és ezt nem tudjuk. És erről nem vesz figyelmet a szakma. Tehát ez teljesen fölülemelkedünk ezen a problémán, és akkor ez a vetőmag minőség, hogy a drótférek kieszi, az állítja be a tőszámot a precíziós gazdálkodásba, vagy a ocsú csíra minőségű vetőmaggal játszunk, meg szemenként vetünk, meg figyeljük, hogy forog a vetőtárcsa, gyorsít, lassít, ahogy váltja a termőzónát, meg mindent, de szatyma van benne. Tehát egy mondjuk agronómiai tudás szempontjából is szatyma, adott esetben meg még mondjuk vetőmag szempontból is minősítetlen egy csírával, adott esetben tisztasági vagy fizikai dolgok. Paraméterekkel. Igen. Tehát szerintem nagyon, nagyon így széttart ez a történet, tehát ez a fingalvajú tojásfestés egy minősített esete adott esetben gyakorlatilag, mert
tehát ilyen kézrátételes gyógyítás, meg küldők előtt évén keresztül, meg ilyen hasonló kategóriája mondjuk a humán gyógyításnak, hogyha párhuzamot szeretnék vonni. Sajnos, pedig ez a jövő. Azt gondolom, ebben a precíziós gazdálkodás témakörben nagyon sok van, úgyhogy lehet, hogy majd a következő adást ennek mentén is indíthatnánk. Az előző adásban ugye már beszéltünk ilyen AÖP támogatások és stb. Akkor még azért... Provokálsz bennünket. Igen. Tehát, hogy megint egy olyan jó téma. Most úgy látszik ez az adás, ez ilyen. Tehát beszéltünk ugye erről az AÖP támogatások és mi egymásról. És kicsit akkor még azért úgy előtte voltunk, vagy úgy voltatok benne, hogy akkor indult. Azóta ugye élesedett. Fotóztatok sokat? Hát én jól nősültem. Hát ugye, ezt a hál' Istennek a feleségem is munkacsapata ezt kiválóan csinálja. Én már egyébként kezelésekre járnék, hogyha ezt nekem kéne csinálni, úgyhogy... Egyetlen egyet én sem. Kollégám, most tudom, hogy hogyan kell. Ja. Én magamnak. Illetve nem van egy haverom, akivel csináljuk persze, és akkor ő pontosan tudja, hogy kell, aztán mi elég sokat fotóztunk. De szerintem ezzel nincsen baj, mert tanul a rendszer, aztán talán majd későbbiekben jobban fölismeri a dolgokat. Hogy így látom a pillanat felvételeket, hogy nekem ez teljesen testidegen, tehát én már lehet, hogy ezt túl öreg vagyok, de sajnos a fiaimban sem látom az ambíciót. Tehát erre itt fönn kell tartani egy rendszert nálunk is, cégen belül. Tényleg a feleségem, a kolléganők is, akik benne vannak, ebbe akkurátusak, következetesek. Nyilván ebből adódóan néha az idegeinkre mennek, de hát ugye olcsón eladni és rosszul nősülni meg mindenki tud, tehát ezt akartuk. Na, ugye most ez a fotózásba kérdeztem bele, hogy ilyen témaindításnak, de hát itt azért sok minden változás van, például Misi veled beszéltük ezt a talajborítás meghagyása is egy fontos témakör, ami most vizsgázik, vagy most vizsgázott. Hogyan látjátok? Lehet, hogy Misi, neked adnám a szót. Köszönöm, mert alig várom. Hogy... Na, ugye veletekkel ellentétben eléggé el nem ítélhető módon én a karbamidot választottam itt az AÖP és csodának a termőföldre való érkeztetésében, és ugye mivel megérkezett az új direktvetésre is alkalmas gabona vetőgépünk, tehát ezzel szépen meg is csináltuk ezt az egész karbamidos históriát is. Zabot akartunk vele vetni, de nem lehetett vele a zabot kivetni, eldugult magától is. Egyébként semmilyen zabot nem lehet a géppel vele kivetni, se ilyet se volt. És rost előállításunk, és rost vetettünk. Végül is szépen bele azokba a tarlókba, amire ugye a karbamid kijuttatást terveztük. Most eső is van, jövőget is nekünk tetszik. Ugye nyilván a környezetünk gazdatársak nem biztos, hogy tudnak vele mit kezdeni, de azt gondolom, hogy neked, Feri, ebben már mélyreható tapasztalatod van, hogy mondjuk a környezetednek a meg nem értése az... Még nem tudom, tehát még nem szembesültem. Volt egy válvonás, jó? Nem, tehát a Feri részéről, mert nem szembesültem a kritikákkal, nem mondtak, hogy köpjek az égre és álljak alá, vagy mit tudom, tehát még itt nem tartunk, de én ezt nagyon, tehát nekem ez nagyon tetszik, és ugye a nótiles repcevetésünknél is mondtam, hogy hát én nem vagyok tőle szemre elájuló, mert ugye mélyen a 20. századba gyökerezem, de a két fiamnak nagyon tetszik, és ez nekem óriási reményt ad, hogy a következő generáció már szereti ezt és azt csinálja, amit akar. Én egyébként ennek ugye említettem talán az előző műsorban is, hogy a Bellai Tomival beszélgettünk egyszer, azon az ominózus rendezvény, ahol először találkoztunk, Feri, hogy ő ilyen erről a tarlóhántástól ott mit tudom én, szerintem elemelkedve a földről úgy nagy elánnal beszéltem, ez olyan fontos dolog, és akkor ugye a Tomi így megkezd, hogy fontos ez? És akkor lehet, hogy a Tominak basszis igaz, hogy tényleg nem fontos. És szerintem, tehát ugye bennem ez az átalakulás megtörtént, és nyilván ennek a rozs vetés és a tarló nem művelés és a talajvédelem szempontjából egy fontos dolognak tartom.
Azt egyébként nagyon rossznak tartom, hogy az AUP-n keresztül a no-tilt, a nem művelést, a direktvetést, vagy a minimum művelést szerintem rendkívül mostohán kezelik. Pont az, hogy még a szűkített szerlista, a glifozát tilalom is talán benne van, hogyha... Igen. Tehát ez egy mínusz, tehát ez totál, tehát olyan, ez olyan, mintha egy ilyen boszorkány üldözés lenne, pedig a művelésnek a minimalizálása, adott esetben a nem művelés, tehát ez, nyilván ki hol tart, meg milyen talajai vannak, ez a talaj egészsége, a talaj fenntarthatósága szempontjából a legjobb eszköz. Ugye, és ez azért van már, ugye beszélgettük talán korábban, hogy a fejekben ugye ez a pólusváltás nem akar lezajlani. Tehát, hogy a termelésnek, a talajművelésnek az ökológiai, meg az ökonómiai funkciója nem akar helyet cserélni, vagy nem is kell, hogy helyet cseréljen, csak a megfelelő arányba beálljon. Tehát az, hogy tényleg az, ami, hogyha megnézünk egy, ugye van repceterületünk 20 hektár, ami talajműveléssel készült. Csodárája, szerves trágyáztuk, meg kellett művelni. Mit, tehát baromi jól néz ki. Baromi jól néz ki, hogy így kell kinézni egy hogy is hívják, repce magánynak. De azért az sok gondoskodást igényel, és ugye azt hisszük, hogyha mondjuk fölrögölgetjük a pályát, hogy majd a Güttler, vagy a Prizma henger majd megoldja, és ugye rögből port csinálsz, de morzsa frakció nem keletkezik. Ugye, és akkor ez nyilván aztán megázik, eltömi a dolgot, Dobos Endrére ugye hivatkozzunk. Ugye egyszerűen annyira mélyen bennünk van ez a tudat, hogy nekünk nagyon szép talajmunkát kell végezni, hogy túlságosan gondosak vagyunk. Ugye, sok kapa, szűk húzás távolsága a kapáknak, 5-6 gerendelyre szétosztva, és gyakorlatilag ezzel rendre túlműveljük a talajainkat. A gondosság jegyében is, és tényleg apa-fia között, vagy generációk között, vagy barátok között feszültségek teremtődnek adott esetben, mondjuk egy ilyen fehér asztalnál is, ahol ülünk, hogy elkezdünk egymástól eltávolodni, mert a pólusváltás lenem folytatódása miatt egyszerűen a kommunikációnak a szintje sincs meg a két csoport között, és ugye azon meg nem is segít, hogy egyik másik oldalon pedig fanatikusak igyekeznek fanatizálni az embereket, és ott még inkább ugye eltávolodnak attól, hogy a párbeszéd kialakulhasson, és ugye ez volna a legfontosabb. Bocsánat, ez lehet, hogy nem szorosan tartozik a témához, de talajvédelem szempontjából meg egy olyan kikívánkozott belőle. Én csak annyit mondanám, hogy én már nem agrár-ökológiai programnak hívom, hanem agrár-ökonómiai program. Tehát én is föl vagyok háborodva, de ezt már egyszer kibeszéltük. Így van, erről volt szó ugye az előző adásban. Most az, hogy kimegyünk és fotózni kell, szerintem ez is egy tök jó móka. De lehet, hogy ez beállítottság kérdése, hogy ki élvezi azt, hogy na most akkor így csinálok egy művészi képet a hivatalnak, hogy látszódjon. Ugye jönnek, mi is kapjuk, ugye a mesterséges intelligencia gyártja a leveleket, küldi ki ugye a műholdkép alapján, hogy mennyi túlművelés van a szomszédok részéről. És akkor ugye visszamegyünk művelőeszközzel, vissza akarjuk tenni a megfelelő helyére, és gyakorlatilag jön a digitális mameluk a traktorával és az ekéjével, és megint, mit tudom én, elszánt egy, hogy is hívják ott, egy minimum egy eke aljat. És akkor ehhez is hozzászólnék azt, hogy a kedves puskás milliárdosok nem az úton járnak, mert az út az döcög, hanem a no-till táblán. És akkor utána pedig én nem tudom megvédeni a területemet, mert bármit csinálok az önbíráskodás. Ha kihúznék oda a kerítés, valami kerítés, vagy valami határolót, kiteszem a táblát, röhögnek rajta egyet, és ott járkálnak, és akkor utána a műhold ugye lefelé, ott levágja az útnál a területet, és akkor megvan az, hogy még büntit is kapok, jobb esetben, a rosszabb esetben ki is rúghatják az egész területet, mert hogy én nem csinálom meg azt, amit vállalok. És akkor a poligonban van egy út, tudod,
Tehát legalább használná akkor a művelőnyomot. Ezen a száguldó ugye hordának, most mondom én éppen nem a milliárdosokkal futottam össze, hanem épp ugye a másik végével. Tehát ott egy akadémiai székfoglalót megtartani villogó fekete szempárok között, hát gyakorlatilag ön is közveszélyes. Tehát most én magyarázhatok a talajbiológiáról, meg egyebekről, meg az én erőfeszítéseimről, gyakorlatilag remfára húznak és kibeleznek két perc alatt. Én mindig azt emlengettem, amikor mondom, Minnesota-ba, mínusz 35 fokba, egy méteres hóba, álltunk ott a sztyeppe közepén, és akkor 5 perc után megkérdeztem a farmert, hogy hát miért állunk. És mondja, azon gondolok, hogy kimentem motorosszánnal a tábláján. Mondom, mínusz 35 fok, meg egy méteres hó, tehát, és motorosszán, tehát egy méteres, ilyen mindenki gumihelederes nyom, tudod. Semmi nyomása nincsen. De valaki ráment a földjére. Érdekes különben ez a belemegyünk, nem megyünk bele. Nekünk is elég sokat kellett erre most költeni, mert rakodógépre favágó, gréder, minden, hogy a földes utakon mindig tartsuk polírani, és akkor talán nem választják azt, de valamikor még így is belemennek, de mindegy, ez ennyi. A fényképezgetés, mondtam, nem tudom, de azt hallom a kollégáktól, meg a szaktanácsadó kollega nőktől, mi alapvetően a maga az applikáció az tök jó, de akkor vissza a talajtakarás, csak annyi egy-két kérdés így fölmerült bennem. Ha a támogatási rend oldalról nézzük, akkor van egy az alapjön belül, 9 ponton belül egy választható, amit ugye február 28-et de. Akkor van a feltételességhez tartozó, amit ugye szeptember 30-áig kell megtartani, ugye maximum 30 napig lehet feketén a terület, és az 30 nap után meg kell szüntetni, tehát el kell vetni valamilyen takaró növényel, és ott ugye ez a problémám, hogyha mondjuk valaki learatja a gabonát, és ugye akkor elvileg lehet egy sekély tárcsázás, vagy nem, most az teljesen mindegy, hogy csinál valaki ilyet, vagy nem, de mondjuk sok eső van, meg ha nem sok eső van, akkor is nagy eséllyel fölüti a gaz szeptember 30-áig, hát fölütheti a gaz. És ugye, hogyha valaki, és itt van az ellentét, tehát itt van a, és ugye használhatunk glifozátot, és akkor a fenyérszirok, amit én is egyszerűen megőrülök tőle, meg ilyen, akkor annak oda vághatunk egy kicsit, nem olyan hatékonyan, mint 20 éve, de oda vághatunk neki. De akkor itt már kizárjuk valamilyen szinten az AÖB-be vállalható forgatás nélküli talajművelést. Azt mindig kizárjuk. Mert ugye azt kizárjuk, mert ott viszont nem lehet glifozátot. De akkor mit tud csinálni azzal, a feltételesség az kötelező, ha azt választja, akkor onnantól kezdve nem mechanikailag nem művelti, mert túlművelni nem, mert azért a borítottságnak ott kell lenni, nem, nincs úgy, hogy kétszer-háromszor megtársázom amiatt, hogy ne lepje el a gaz, mert hát fenyérszírók ellen nem is biztos a leghatásosabb, sőt. Baktérium tenyér. Szántasz és baktérium tenyér. Na, akkor... Termésfokozóval. Akkor a második, hogy glifozátot nem, emiatt nem használunk, tehát ez most annyira nagyon nem. Nyilván egy-két dolog magát ezt a feltételességbeli talajtakarást megakasztja, mert hogyha van egy középmély lazítás nyilván, ami alapvetően még hagyhat is fönt múlcsot, mert miért ne, de ugye az eleve tök mindegy, az nem működik. Igazából csak ennyit akartam róla, hogy ott van egy-két olyan dolog, ami egyik a másikat kizárja, és amúgy jó lenne, mert ugye akkor itt a forgatás nélküli talajművelést, akkor kilőtt. Ebből az lesz a baj, hogy le fogják szűrni azt, hogy már magában ugye ez a forgatás nélküli, ezt mindig elmondom, tehát ez a nevezék, ez a fogalom, ez egy rossz fogalom, de hogy Magyarországon nem érdekli az embereket. Pedig mi megadtuk a lehetőséget. És közben pedig a mi egyesületünkben nem is tudom, hogy vállalta-e valaki, és azért szerintem jobban ezt a mókát művelni nem művelik, mint amit az egyesületi tagjaink csinálnak. Tehát itt ebbe ez lesz, hogy egy statisztikus kihozza, vagy nem szakmabeli kihozza, hogy Magyarországon nincs is értelme a forgatásnak. Igen. Na ez viszont lehet, hogy pozitív irányba fogja billenteni a következő témánk, ugye hát itt a költség és a termény ára, amiről már beszéltünk, és ha ugye Váradi Zoltán neve többször elhangzott, akkor az ő előadásában is egy picit így jelezte, hogy lehet, hogy ebben érdemes gondolkodni, már a költségcsökkentésben elég aktívan, szerintem az, amivel a gazdálkodó tudja befolyásolni az életét. Milyen költségcsökkentés? Na és akkor itt például ugye nyilván Ferire nézek egy no-till esetében. Hektár fajlagos milyen?
Azt... Persze, ez néha üti egymást, tudod, tehát az, hogy most mert az állandó költséget, a fajlagos költséget, hogy mit számolsz bele, hogy mert egy számít csak a fajlagos költség, semmi nem számít. Mit számít, hogy így nem igaz, hogy mit számít, hogy mennyit költünk egy hektárra. Mert most kimondom, hogy mit számít, hogy mennyit költünk egy hektárra. Teljesen mindegy, hogy mennyit költünk. Egy a lényeg, hogy a fajlagos költségünk legyen jó, vagy azt tudjuk csökkenteni. Ez annyiban nem igaz, hogy amikor beletesszük azt a nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt esetleg, és azért számít mégiscsak, hogy mennyit teszünk bele, mert amikor beletesszük, azért ez mégis mezőgazdaság. Az X hónap múlva vesszük ki, és azért az nem csak rajtunk múlik, hanem van külső tényező, és nem halálbiztos, hogy annak megfelelően veszünk ki, mint amennyire, amikor beletettük, azt gondoltuk, hogy ez alapján ki kell vennünk. Tehát egy kicsit nagyobbat kockáztatunk ezáltal, egy kicsit nagyobbat kockáztatunk. De akkor is az alapet, ezt nyilván ezt tudni kell, meg tudjuk, de akkor is egy valami számít a fajlagos költség, és ez megint azt mondom, hogy valamilyen szinten igaz, ez minden terület, az országnak a több területén, ezt saját magának kell az embernek megítélnie, hogy milyen intenzíven kell gazdálkodni, mert ő náluk a 10 év átlagában, mi az a legnagyobb esély, amilyen hogy mennyi a csapadék, hányszor van a szájos év, milyenek a talaj viszonyok, milyen a többi technológia elem, és akkor annak megfelelően kell belepakolni, mert akkor adra megadja a legnagyobb esélyt a legjobb fajlagos költségre. Hogyha ezeket. Lehet, hogy egy ország egy másik részén, ott tényleg egy valamit kell figyelni. Minél kevesebbet költsek egy hektára. Mert olyan szarok a körülmények már, bocsánat, hogy ott úgy kell agyan kihozni, hogy valahogyan hozzuk ki nagyobb esélye egy kicsi minusszal, mert akkor van egy kis támogatás, aztán valahogy elvegetálunk. Tehát ott egy valamit kell nézni, hogy minél jobban ott. Tehát ezért csak előtte akartam tisztázni, hogy beszéljünk arról, hogy mi az a költségcsökkentés, mi fajlagos, nem fajlagos, hogy kicsit erről lássunk valamit. Hát egy változó világba kezdünk én. Tehát ugye azok a régi algoritmusok, sémák, amivel megtanultuk a gazdálkodást, egyik-másiknak már kezd el törni a sípcsontja. Tehát ugye alapvetően ugye az európai gazdaság, benne az európai gazdálkodás ugye az olcsó orosz szénhidrogénekre épül, és gyakorlatilag az 50 000 forintos nitrogén, meg a nem tudom hány száz forintos gázolaj, vagy gáz, ugye annak az elemelkedése, vagy annak az elemelkedésének a vízia, most hál' Istennek ugye tökre kezelhető környezetben vagyunk még gázár szempontjából is, gázolaj szempontjából is, meg műtrágya ár szempontjából is, ez most a folyamatos jelent, tehát ebben még nem döglenénk bele, hogyha egy normális terményár is tudna ezt társulni, de ugyanakkor meg a kommunikációnak a áramlásából vagy illatából ugye ki lehet azt olvasni, hogy olybá tűnik, hogy nem volna baj, hogyha elkezdenénk gondolkodni a költség csökkentéseken, illetve az input anyag felhasználásokon, beleértve akár a műtrágya, akár a gázolajnak a költségét is, és nyilvánvalóan a takarékos művelés, hogy ne beszéljek most a konkrétan a no-till-ről, tehát hogyha a művelésnek a mélységét, művelésnek a gyakoriságát jó értelembe véve elkezdenénk takarosan az új rendszert megtanulva ellopkodni, az egyébként nem volna szerintem hátrányos, és ehhez, ha nem is mondjuk az én generációmat, de a következő generációt takarosan hozzászoktatni. Nyilván ehhez ilyen úttörők, mint a Feri a no-till vonatkozásba, vagy valamilyen szinten magamat is ide sorolnám mondjuk a mintill vonatkozásba, talán szükségesek. És akkor a következő generáció már jobban hozzá tudna. Tehát a Covid és az ukrán háború az rácsukta a kaput a 20. századra, és kitárta szerintem a 21. századot, és ez egy új szabályok alapján kell olvasni a meccset véleményem szerint. Meg ne kérdezzétek, ugye, hogy ezek mik lesznek. Ez, amit a Zoli már 2 éve ugye az előadásaiban mondott, hogy ezek a komoly hullámzások várhatók, amiben most itt vergődünk ebbe a termelői klubba. A Zolinak az előadásaiban lassan 2 éve kiderült. Tehát a Covid alatt
után, előtt, most pontosan nem is tudom behelyezni, de oda megérkeztünk, ahol, amiről a Zoli beszélt, és nyilvánvalóan majd be fog állni valami új egyensúly, amihez, amit eddig tanultunk az iskolába, vagy amit eddig csináltunk a gyakorlatba, nem minden fog illeszkedni. És a talajművelésbe is, az agronómiába is szerintem ehhez takarosan el kell kezdeni alkalmazkodni, és a pólusváltásnak nem csak a talajművelés tekintetében el kell kezdeni lefolytatódni. Szerintem spórolni csak szakmaisággal lehet. Összességében akkor mondom azt, hogy tudással, szakmaisággal és helyismerettel. Tehát, hogyha mondjuk a növénytermesztésről beszélünk itt konkrétan. Igen. Tehát akkor tudod eldönteni, hogy mennyit vesztesz azon, mint amin azt gondolod, hogy nyersz. Tehát akkor, amit első körbe nyersz, úgy gondolod, mert spórolsz valamin, azon lehet, hogy összességében vesztesz. Mert lehet, hogy a hektár költséget csökkented, de a termés annyival csökkent, hogy a fajlagos költséged nő. Tehát ezt nagyon-nagyon-nagyon is ehhez tudás kell, helyismeret, mert ez minden helyben más, és szakmai, kőkemény szakmaiság. Akkor lehet ebbe belemenni, hogy lássa az ember az összefüggéseket is, lássa, meg legyen egy múltja, egy tapasztalata, amit előbb is mondtam. Én azt gondolom, hogy akkor lehet, és ez nyilván kényeskedés, akkor se tudti, mert minden ilyen nem tudti, csak 10 évből többször úgy fog, ez fog működni. Mert azt nem szabad elvárni, és nem szabad, hogy az ember azt gondolja, hogy azt most, a következő évben rosszul csináltam, vagy nem úgy jött ki a dolog, akkor az nem jelent semmit. A 10 év átlagában, az elmúlt 10 év átlagában viszont az igazolja, akkor azt nyilván tovább kell csinálni, mert az ilyen sajnos. Tehát az minden év nem fogja ugyanazt visszaigazolni, csak a 10 évből több igazolja vissza, hogy jól döntöttünk. Szerintem erre kell menni. Attila, szerintem nem mond ellent a két dolog egymásnak. Nem, tehát, amit abszolút, te sem mondasz, nem, amit te mondasz, meg amit én mondok. Tehát nyilván ezeket a igazságokat szem előtt tartva kell elkezdeni ezeket a változásokat, de nyilvánvalóan példát mondjuk az én generációmnak, mondjuk van egy valamilyen szintű ellenállása a digitalizációval szemben. Ugye ez egy nem jó, nem egy sikersztori, mondjuk gyakorlatilag mindig úgymond az előrehaladásnak a gyengéit megtalálni. Ezért bizonyos szinten a józan eszet, ugye mondjuk a precíziós gazdálkodásban is. Azért szem előtt kell tartani, hogy ne húzzák a fejünkbe azt a precíziós bohócsipkát, és akkor utána ugye rázogatjuk a fejünket, és némilyen hülyék vagyunk. Tehát ezt is azért valamilyen szinten értelmesen kell elkezdeni a digitalizációt is, és ugyanúgy gondolom, hogy a talajművelésnek a reformját is, a tápanyag utánpótlásnak a reformját is. Tehát nem jó. Egyértelműen az algoritmusok, tápanyag szempontjából túl használatra buzdítanak. Tehát át kell állítani a fejünkbe ezeket a dolgokat, és nyilvánvalóan nem addig kell csökkenteni a műtrágya mennyiséget, ameddig meg tudjuk mutatni, hogy mekkora veszteséget tudunk okozni magunknak, hanem a termésszintünk és a talajban lévő tápanyag hozzá kapcsolódott a tápanyag szintünk egyensúlyba kerül. Ez is egy közhely abból a szempontból, hogy ugye majd meg kell tudni mondani, hogy ez hol van. Nyilván ehhez vannak egyébként ökölszabályok, hogy tehát mondjuk az igen jó vagy a túlzott ellátottság helyett a talajban preferáljuk a közepes ellátottságot, és annak a fenntartása például mondjuk fontos lenne, hogy ne a Duna-deltába kelljen összesöpörni a Németországba kiadott káliumot. Ugye erre vannak tanulmányok, meg hát mi is ugye nálunk is azért vannak ugye mellékfolyója Dunának nálunk is, tehát konkrétan vagy a Sió csatornán keresztül szépen megy le a túldozírozott mondjuk alapműtrágyák, amik esetleg nálunk is mondjuk pluszba vannak. Nyilvánvalóan ez mondjuk fölöttünk, ez Ausztriában, Németországban nyilván ez a probléma hantosabb vagy nagyobb tétel. Tehát szépen el kell kezdenünk takarosan hagyni kell magunkat, hogy azért hasson ránk valamilyen szinten a jövőnek az elvárása, mert a káliumbányák mondjuk Németországban takarosan kimerülnek, a Duna-delta meg föltöltődik. De attól függetlenül csak annyit még hozzá, hogy a precíziós gazdálkodásnak az elgondolása, még az alapelv, az egy nagy lehetőség lenne, egy nagy lehetőség a költségcsökkentésben. Mert csak az, hogy abban gondolkodunk, hogy az asztal egy tábla,
És ezt homogénen műveljük, de az egész tábla nem homogén, hanem mindenhol annyit adunk neki, amennyi kell, az nyilván, hogy az költségcsökkenés vele megy. Pár százalék hozzá kell tenni, hogy azok a gépeket, amit megveszünk ahhoz, ami meg tudja tenni, hogy pontosan differenciáljunk, meg külön válasszuk, annak ha csak amiatt vesszük meg, hogy ezt meg tudjuk tenni, akkor lehet, hogy az önköltséget, meg a fajlagos költséget jól elszúrtuk, mert ha csak emiatt vesszük meg, ez annyi plusz nem jelent, amennyi egy ilyen gépnek a főleg ilyen kamat teher mellett az amortizációs terhe, tehát ez így komplet, de a maga az elgondolás az abszolút arra fele van, csak így, ha így az egészet megnézzük, ott megint nagyon-nagyon szét kell boncolgatni, és egy termelőnek azt nagyon át kell gondolni, hogy ez sokkal komplexabb annál, mint azt mondjuk, hogy igen, ezt megcsináljuk, és jó, mert akkor kicsit kevesebb műtrágya lesz, vagy racionálisabban használjuk fel a műtrágyát táblámmal, és az csak jó lehet, mert hát az nyilván. Csak ugye, hogy ahhoz mit kell megvennünk? Kell-e gépet venni, újabb gép, vagy emiatt kell vennünk, vagy rossz a gép, és amúgy is kell venni, és annak már nem csak ezt kell megtermelni, csak ehhez való alkalmasságát a plusz a gépnek kell pluszban megtermelni, nem az egész gépet. Tehát egy komplex gondolkodás. A precíziós gazdálkodás az egy mélyen technikai sport. Tehát ahhoz gyakorlatilag technika kell. Ez az alap. Ez ebből a szempontból az elgondolás jó, ami eddig történt. Utána van probléma, hogy egyszerűen nem merünk szembenézni, vagy nem szabad kimondani azt, hogy agronómiai szempontból a király mesztelen. És maga a rendszer nagyon hallgatja a kritikákat, amelyek megfogalmazódnak, csak a saját regiszterében készült narratívákat képes elfogadni. Ez óriási probléma, mert nem fog tanulni a rendszer. Tehát ha nem merek magamra nézni, hogy el vagyok hízva, akkor nem fog tudni fogyni. Értitek? Tehát ez az alapvető probléma. Ha én tetszem magamnak a tükörbe, és egészségesnek látom magamat a 20-30-40 kiló pluszommal, akkor ez nem fog segíteni abba, hogy a kardiológiai képletem és a vérképem az mondjuk tökéletes legyen. És ez a helyzet. Ez a helyzet, hogy problémamentesnek tartjuk, hogy látjuk, hogy a gazdatársak teljesen fölkészültek és nyitottak az űrtechnikának a fogadására. A tudomány kidolgozta ezeket az alapokat, és bőrön át az egyetemeken, középiskolákba bemasszírozta a gazdatársaknak, az agronómus kollégáknak, a növényorvosoknak, tápanyag tanácsadóknak. Ez a vízió. Ez a vízió. Tehát fölépítünk egy 60-70 főből álló tanácsadó agyaghadsereget, annak címeres mezt adunk, alá teszünk egy címeres autót, és onnastól kezdve gyakorlatilag szaktanácsadónak nevezzük, de nem tudja megmondani, hogy mondjuk a hibrid recét mondjuk milyen tőszámmal vetjük. Vagy mennyi az őszi búzának a fajlagos tápanyagigénye. És ő jön szaktanácsolni nekem, másnak, mondjuk űrtechnikával. Tehát a díszletei vannak meg ennek pillanatnyilag, a savaborsa az nincsen. Bocsánat. Én itt ezt a precíziós témát most el is engedném gyorsan erre a mostani adásra, úgyis nem sokára, tehát így azért elég múlik az idő. Akkor ez volt a beharangozó. Így van, beharangozó lenne, akkor a következő nagy ágyukban, ahol, hogyha mindannyian egyet értetek vele, akkor a precíziós gazdálkodásnak a lehetőségeiről, problémáiról, a valóság és az űrtechnika találkozásáról beszélgetnénk kicsit komolyabban, és akkor a Zsoltnak, Csúrja Zsoltnak a témafelvetését, a hozammérést is átraknánk egyen. Remélem, ő nem fog haragudni, hogy most ezt kérdettük. Én nem tudom, hogy bírom ki addig. Feri még te reagálj erre, és akkor egy gyors közösségkérdés blokkot indítunk, remélem lesz. Hatékonyságot kéne növelni. Tehát az, hogy csökkentsük a költségeket, az ilyen NER rugaszkodott, de hatékonyságot kell növelni, és most fogok olyan utopisztikus dolgokat mondani, amit én megint, hogy nem elvilági vagyok, itt a gazdáknak össze kéne fogni. Tehát ez egy teljes magyar valóságban teljesen elrugaszkodott, de hogyha belegondolunk azt, hogy ezeket a 1500 hektár alatti cégeket, ezt úgy fogja nyomni a 200 milliós kombány meg a 100 milliós középkategóriás traktor, hogy nem fogja tudni kitermelni. Tehát örülni fogunk addig, hogy meddig tartjuk életben. A technológia nem arra megy, hogy környezetet védjünk, tehát ez is egy álszent, hogy
minél hosszabb ideig legyenek ezek a gépek, 10 éves korukban úgyis már lesz olyan alkatrész, amit nem fognak gyártani hozzá, és persze azok kopnak el, és bontóba se fogsz találni, mert mindenhol ugyanaz fog elmenni. Tehát, hogy a gazdáknak össze kéne fogni és specializálódni, hogy valaki a betakarításra, valaki a vetésre, valaki a növényvédelemre. Nálad más a helyzet, mert a méretedből adódóan te ki tudod forgatni úgy a gépeket, hogy a hektárszámba és az üzemóra, illetve az erkölcsi amortizáció, az körülbelül ugyanott van. Nem tudom különben, csak ez teljesen jó gondolat, és totál, csak ez olyan, mint a kommunizmus megvalósítatlan. De azért mondtam, hogy utopisztikus gondolat, de hogyha ezt meg fogja tudni csinálni 2-3 gazda a 30 kilométeres távolságon belül, hogy összeáll, önnekik sokkal nagyobb esélyük van arra, hogy túléljenek. Mert most hogy számoljuk ugye a hektár költségünket? Tehát hogy az összköltségünkben az átlagos, vagy az általános költségek, hogy szerepelnek, az amortizációt mennyivel számolom el? Tehát ezek mind olyan számok, amik ex-hasra, de nem, materiális számok, tehát azt ki tudjuk számolni, meg hogyha valaki kíváncsi rá, akkor a könyvelője megmondja, de általában az emberek nem foglalkoznak ezzel, mert ugye elcsaltam adóba, őstermelő vagyok, az máshogy adózom, én azt már megcsináltam, be kellett úgyis fejeznem a beruházást, mikor megvettem, inkább nem fizetek adót, inkább fölveszem a hitelt, mert hogy a sokkal jobban járok, mint hogy befizessem a társadalomba a szerepvállalásomat. A cégek azok 7 évig ugye megveszik, és akkor 7 év alatt le tudják írni, tehát ott megint mások van, és ezt nem fogják bírni az őstermelők se. Tehát mikor az van, hogy minden gép, tehát hogy egy 200 lóerős traktor már 70 millió plusz-minusz 20 millió forint, vagy még kiugró esetek is van, hogy attól függ, milyen felszereltséggel veszik, de egy kombány, hogy 150 és 250 millió forint, tehát ezt... Az nekünk is totál minuszos. Tehát ezt nem lehet. Azért nem annyira minuszos, mert nem veszünk új kombányokat, de kombányt azt el kell fogadni, hogyha megveszed, az tuti biztos, hogy az a minusz termelsz pont. Igen. Mert az a számolok, amennyi a bérmunka költség most, amennyire eljönnének nekünk levágni, nyilván lehet úgy is számolni, ha nincs egyetlen egy kombány se, és nem tud senkit hívni, akkor minőségromlás következhet be, meg stb. De gyakorlatilag, akinek mi szolgáltatunk, ők minden, akkor inkább úgy mondom, akinek mi szolgáltatunk és aratunk, az mindig sokkal jobban jár, mint aki, ha megveszünk, akkor mert ez teljesen biztos. Nem minden gépnél van így nyilván. Növényvédőgépnél, stb. Tehát megmondom, hogy de konkrétan a kombány, az újonnan vásárol, vagy biztos, hogy egy nagyon, nagyon kevés eset kivéve egy veszteséges beruházás. Így van. És nálunk például, hogyha én megveszek egy gépet, egy új gépet, az biztos, hogy az erkölcsi avulása az sokkal nagyobb lesz, mint az elhasználódásból adódó avulása. Tehát ez is egy probléma, és mondom, tehát azt is kint láttam, mikor lógatott permetező kis függesztett 600 literes permetező gallomba, persze más, meg a gumihevederes traktoron oldalt meg elő mindenhol nagy tartályok voltak, és akkor kiderült, hogy 800 hektárt egymaga két gumihevederes traktorral csinál meg az emberke, mert az volt a hatékony. Tehát hatékonyabb volt megvenni a függesztett permetezőt és ráakasztani a tartályokat a meglévő traktorra, mint venni plusz egy külön permetezőt. Ja, minden jóban van valami rossz. Tehát ez, hogy a bőség az a kiöli a kreativitást. Most, hogy itt visítunk, mint a disznó, ez abból a szempontból, hogy elkezdünk gondolkodni. És mit tudom én, ősszel télen volt egy, nevezzük álmokfutásnak, vagy ideának, hogy egy öntözési, egy egyébként teljesen aszályra hajlamos területen, mondjuk egy ilyen, már a lineáros kijutatás sem, vagy a centerlineáros kijutatás sem egészen, hogy úgy mondjam, környezetkímélő, de mégis energetikailag, meg munkaerőigény szempontjából teljesen más dimenzió, mint egy, hogy is hívják, egy dobos öntözés. De egyszerűen a tavalyi 130 ezer forintos kukorica, búza, árpa szintje nem igazán értette senki a gazdatársak közül, hogy miért volna érdemes mondjuk itt öntözés technikába összefogni. Nyilvánvalóan, hogyha sokkal laposabb lesz az árszint, mint mondjuk tavaly, meg a jövőre nézve is, az előrevetíti azt, hogy aki
nem tudja ezeket fölismerni, nem tud kompromisszumot kötni, ilyen dolgokat. Tehát előbb-utóbb pontosan a digitalizáció miatt és a műholdak és a mesterséges intelligencia miatt már ezek a parasztoknak az eszén, tehát a paraszti fifikán, vagy őstermelői fifikán, tehát az, hogy mit tudom én, ársapkás gázolajjal tankolom a, hogy is hívják, az autómat, meg adom el a ácsmesternek, meg mit tudom én, tehát ezek a történetek, meg ide eladom számla nélkül, ezt számla nélkül szolgáltatom, azt számla nélkül veszem igénybe, tehát egy darabig megy ez a történet, de a mesterséges intelligencia és a digitalizáció azért ezeket a szálakat szépen napról napra, nem nagy ütemben, de szépen a pecabottal és az orsóval a damilt tekerik szépen fölfele, és elkezdenek szépen az őstermelő társak az oxigénre, a légköri oxigénre fölkerülni ugye a szamizdatból, vagy az underground gazdálkodásból, és igazából ez a szűkösség, ez ebbe lehet, hogy segíteni fog, hogy egy ilyen partra húzott halként talán a kreativitás, egy utolsó szalmaszál mégis abba az irányba elindítja a gondolkozás, hogy vagy eldobja a kaszát a kapát, vagy pedig akkor hát elkezdjük egymást mondjuk más színben föltűnni, és akkor hát megpróbálunk összefogni. Ez is idea egyébként, mert lehet, hogy inkább azt mondja, hogy na jó, akkor én, amit eddig fölhalmoztam földet, akkor passzív jövedelmet csinálok, bérbe adom annak, aki ezt akarja, ezt a gyurmázást csinálni, és akkor rááll passzív jövedelemre. De minden esetre így vagy úgy a szakma ebben a szűkösségben még tisztulni is lehet. Tehát gyakorlatilag az olívaolajnak az első cseppjei szépen kezdenek átjönni a présen, vagy ugye a pálinka főzdébe, ugye ezek az első cseppek, amik átjönnek a desztillátoron, azok szépen kezdenek megjönni, és elkezd tisztulni a szakma. Tehát az agyból egy eszencia lesz. Tehát a pénzbőség, ami eddig volt, és a szakmaiatlanság, az a fejlődésnek egy nagyon komoly akadálya volt, mert ugye ha ki vagyok tömve zsével, akkor hát én csak okos lehetek. Ugye? Tehát nem enged, hogy önkritikát gyakoroljak. Én meg azt látom, hogy ha tudod, tehát erre megy a világ, akkor az lesz, hogy nagy cégek lesznek. A nagy cégeknél nem a tulajdonosok lesznek az agronómusok, az alkalmazott agronómusnak pedig az lesz a lényege, hogy nehogy hibát ejtsen. És ő nem fog nekiállni kísérletezgetni, arra egy új technológiát behozni a gazdálkodásba, mert ő neki biztosra kell menni, mint a cégnek, mint a saját anyagi biztonságára. És ez is konzerválja a helyzetet. Nagyon kevés olyan agronós van, találkozunk velük sokkal is, de egy arányaiban nagyon kevés az, aki azt mondja, hogy ő nem tudja sajnos a főnökével megbeszélni azt, hogy vágjanak bele, tudod, vagy titokba csinálnak pár tíz vagy száz hektárt egy nagy cégek, hogy ne tudjon a tulajdonosról, és akkor elindulnak, keresik ezt az utat, hogy lehet megcsinálni. Pedig tehát magában mondom, a közvetlen hatékonyságot pont a nagy cégeknél lehetne nagyon megcsinálni. Valamilyen szempontból igen, valamilyen szempontból nem. Sajnos igazad lehet, tehát hogy ha a globalizáció ugyanebben az ütemben megy tovább, akkor mi is bölcsőben nagyok, ágyba kicsik vagyunk, tehát mi is veszélyeztetett fajjá válhatunk, de nyilván ez először az 5 hektárnál, az 50-nél, az 500-nál, és ugye akkor aztán majd, mit tudom én, 500 hektáros léptékekben az ezres nagyságrendű gazdálkodásoknál lehet. Például ugye én már a 200 tehén és szaporulatát, tehát már felszámoltam, én mint szarvasmarha tenyésztő már nagyon kicsi eséllyel fogok újra labdába rúgni. Elérhetünk oda, hogy mit tudom én, az 1000 hektáros nagyságrendnél a szántóföldi művelést is lehet, hogy föl kell adni, hogy ez most mit tudom én, jövőre, vagy 10 év múlva, vagy a gyerekeinek lesz ez, az ő katasztrófájuk lesz, azt most ugye nem tudjuk megmondani, de nyilván a globalizáció rejt egy ilyen csapdát a család számára. Hát ameddig van bio támogatást, tudod, bevisszük öko gyümölcsbe, vagy nem tudom, vegyes gyümölcsbe, vagy
Ez is a kreativitás. És akkor állatot tartunk, az lekaszáljon. Ugye a Tibi mondta, hogy gyakorlatilag kéne egy évet blitzelni, hogy tulajdonképpen csak támogatásra. Ezt most kellett volna megcsinálni, pont mikor drágán vettünk inputot és olcsón adtunk, és ezt pedig az ember kiszámolta észre, hogy már úgy indult neki ennek az évnek, hogy legjobb esetben is pozitív nullás lesz, és mégse tudja meg, vagy én legalábbis nem tudtam megtenni, pedig kiszámoltam azt, hogy most kéne megállni, fiúknak adni az alapbért, meg zúznánk az udvart, azt szépre tennénk mindent, és nem termelünk semmit, és azzal kevesebbet veszítünk, és hogyha beteszem a tavalyi éven eladott termét, és az kamatozik, ugye, akkor már a kamatokból meg tudtuk volna a bérköltségeinket fedezni. A kollega mondta, hogy ha vagy azért adod el most a termét, hogy meg tud finanszírozni a jövő évet, akkor te azért csinálod ezt, mert úgy gondolod, hogy jövőre jobbak lesznek az árak, és valamit fogsz keresni. De hát ha azt gondolod, akkor mi a francnak csinálod ezt meg, akkor ne add azért el a terményedet, hogy el tud vetni az új évet, hanem akkor hagyd meg a terményt, akkor nem, ugye nem vetsz el, akkor nem kell eladni. Ha azt gondolod, hogy fölmegy, az a termény jövőre is föl fog menni az ára, és akkor akkor nem kellett vetned, nem kellett semmit csinálni, pihentetted a talajt, a talaj akkor a következő évben jobban fog tenni. És ha belegondolunk, aztán végig gondoltam, hát nem csak azt mondom, hogy hát csak ez lenne jó megoldás, csak az, hát érted, hogy azért adod el, ha valaki azért adja el a terményét, hogy el tudjon vetni ősszel és tavasszal, az azt gondolja, hogy majd azzal a terménye jobban fog majd jövő nyáron, júniusban járni. Mert föl fog menni az ár, akkor nem kell elvetni, ezt a terményt kell meghagyni, ez a terménye spekulálsz oda, közben talajt pihentetett, stb. És akkor egy jobb pozícióba indulsz majd a következő évben. Csak hát, hogy ezt ki tudja. Persze, hát ez tök hát ez jó. Hát, ki kell ugye Hofi örökbecsűs szavaival, hogy igen, szeretnék én annyira bölcs lenni előre, mint az anyósom utólag. Hát ugye ez sajnos ugye nehézkes, vagy nem jön össze, ez csak bizonyos kor után és bizonyos nem, vagy kromoszóma összetétel mentén tud ez megvalósulni. Úgyhogy lehet, hogy kellene adnunk szót a klubtagoknak. Így van, ez egy jó ilyen zárszó is volt, meg zárgondolat. Főleg az, amit itt mondtál, hogy ezek a szűkös időszakok, azok lehet, hogy a kreativitást most egy picit meglökik. Ezzel vezettem fel, vagy ilyesmit akartam átadni ugye ezt a témakört, amikor Ferinek reagáltam, hogy lehet, hogy nem kell majd AÖP ahhoz. És lehet, hogy ezt most csak én látom, de az agrár újságírói munkám során azt látom, hogy nem kell ahhoz AÖP, hogy egyre többen elinduljanak akár egy mintil, akár egy nótil irányába, ahhoz elég a tavalyi asszályos év. Most oké, hogy csapadékban viszonylag jó vagyunk. Asszály van. De ár szempontjából asszály van, így van. Tehát lehet, hogy ez lesz majd a megoldás. Erre majd pár év múlva tudunk választ adni, és akkor Agrofil termelői klubtagok. Schmidt István Győr. Remélem Misinek nem lesz igaza globalizációt illetően, mert én úgy látom, hogy Európában a mezőgazdaság terén ez talán nem egészen úgy működik, mint Amerikában, hogy több tízezer hektáros vagy sok ezer hektáros gazdaságok jöjjenek létre. Viszonylag többet járok Németországban és Ausztriában, és ott úgy látom, hogy inkább az, amit a Feri mondott, az működik. Tudom, hogy nálunk ez utopisztikus, de talán a kényszer rávisz bennünket. Ebben csak bízni tudok. Köszönöm. Én azt látom, hogy a tőzsdéken is, ugye, tehát Chicagóban a kukoricát, az GMO kukoricához hasonlítják, soha kikapott itt felárat, rakja fel a kezét. Azért, mert GMO free kukoricát termelt. Ugye senki. Én se kaptam soha. Sőt, még le is vonták ugye a szállítási költségeket. Mi nem fogunk tudni versenyezni azzal a brazillal, aki két év alatt három termést hoz le. Nem fogunk azzal az ukránnal versenyezni, aki lehet, hogy csak 4-5 tonnát fog termelni, de nulla inputtal, meg olyan vegyszerekkel, amit nálunk már 30 éve betiltottak. Ott több százezer hektárok vannak egy-egy kézbe, egy-egy cég kezébe, egy-egy család kezébe. Tehát ezekkel versenyezni úgy, hogy ő megcsinál 3000 hektárt ugyanannyi géppel, mint ami nekünk van, és mondom, nulla inputtal 4-5 tonnákat kinyomnak, vagy
és no-till-be dolgoznak, mert ők rájöttek arra, hogy a 200-300 mm esőt azt így lehet kompenzálni. Azzal mi nem tudunk versenyezni. Elvileg mi a támogatást ugye arra kapjuk, hogy azokat a szabályzókat, amiket az EU ránk szabadít, azt kompenzálják ezek a pénzösszegek, támogatás, jutatások. De sajnos az is látszik, amikor már voltunk Franciaországban, még a Covid előtt, akkor is mondták, hogy a picik adják fel sorba. Tehát a 70-100 hektáros gazdák adják fel sorba, és ott is kényszerből próbálkoznak no-till-el, mert hogy nincs más. Tehát, hogyha ő belehúzza az ekét és használja a gázolajat, akkor ő már bukta a gazdálkodását. Hogy ők is ugyanilyen nehéz helyzetben vannak, akkor meg kell nézni az európai gépgyártókat. Tehát ők nem a 3 méteres munkaeszközöket mutogatják be, ugye, hanem egyre gigantikusabb munkaeszközöket gyártanak, azt valahova el kell adni. Tehát ők nem azért gyártják, hogy azt kiállítjuk a 10 méteres 500 lóerőhöz vagy 700 lóerőhöz gyártott gépünket, azt el fogják adni. Azt nem egy darabot fognak eladni, hanem 100-at. Azt valaki meg fogják venni. És éppen ezért nem fogunk tudni. Tehát most problémázunk, hogy az ukrán áru bejön vagy nem. Tehát az összes problémát Ukrajnának hívjuk. De éppen az, hogy a legnagyobb probléma az, hogy az európai mezőgazdaság hatékonytalan. Tehát mind bürokratikus úton olyan nyomás alatt van, mind pedig a hagyományok miatt olyan birtokszerkezettel bír, ami miatt nem versenyképes a világon. És ezt adta ugye az EU arra, hogy ezt támogassa. De ezt mindenki lenyeli, ezt a támogatási pénzt. Tehát kezdjük ott a bérbeadóhoz, ugye, akkor az input anyagszállítók, vetőmagüzem, hogyha vetőmagot állítasz elő, a kereskedő, tehát mindenki ezt el akarja vinni, ezt az egyet. Szerintem a tendencia az nem a kis gazdaságok fenntartására megy. A gép méretekhez gyorsan egy nagyon friss élmény. Tegnap jöttem haza Németországból egy gépgyártótól, 48 méter munkaszélességű keretes műtrágyaszórót mutatnak be a Hannoveri Agritechnikán, mi csak a 36 méteres változatot. Igen, és akkor mondd el a tartályának az űrméretét. 14 köbméter. Kövics Róbert, Dalmond. Attila, milyen fajta buzát vetettetek? Kettő fajta buza, a Complice és a Nemo, és kettő hibrid buza, a Hicardi és a Hiligo. Ezek közül amúgy valamelyik jó minőséget tud, vagy általában ezek inkább termésben? Ha a kettő hibridet nagyon nézzük, akkor egyértelműen a Hicardi egy jobb minőség, de ugyanaz a termésszint. Több helyen egymás mellé vetettük, totál 20 kg különbség, de egyértelműen jobb minőség, egyértelműen. De ha összességében megnézzük a termés eredményeket, akkor azt sem tudom mondani különben, hogy a fajták is ott most a Complice-ból is ugyanúgy volt 9,8 tonnás, 9 tonna az tök. Ezeknél a fajtáknál a jó minőség az inkább az eurót jelenti azért, nem? Hát abszolút, igen. Tehát de most nagyon érdekes volt, tehát akkor még akkor valami, ami eszembe jutott. Arra érdekes volt, hogy az összességében igaz volt a környékben, amit arattunk, hogy a jobb minőség helyeken gyengébb volt a termés, és a minőség se volt olyan. Tehát most azok a termőhelyek, amik úgy gondoltuk, hogy basszus, hát ez nem egy nagy szám, hát hogy a francba is, mindenhol és 100 ismétlésben, vagy 1000 tál, amit a környében mindenkinek arattunk, ez kimondható, hogy a gyengébb termőhelyeken volt jobb, magasabb termésszint, és most érdekes mondani, a magasabb termésszinthez jobb minőség is társult. Tehát ahol gyengébb volt, általában mindig, ahol nagyon gyenge a termés, ott egy kicsit jobb szokott lenni, ezeknél most ezt figyeltük meg. De összességében ennek a Complice-nak is, meg a Nemo-nak is durván ez a 11-8-12-2 közötti fehérje. Hát sikér az a 80%-a inkább ilyen 24, a 20%-a volt mondjuk 26 fölött, W 140 és 220 között, ez kb. Ez amit ezek most ebben az évben tudtak. Talán egy kategóriában volt rosszabb a minőség, mint amit vártatok. És itt sajnos a takarmány is, takarmányon belül is még gyengébb lett. Igen. A nitrogént, az milyen megosztásra tettétek, és körülbelül mennyit?
Az őszi buzánál 45 kg hatóanyagot tettünk ki ősszel. Február 1-én, amikor rá lehetett menni a talajra, akkor kénes nitrogénből tettünk ki 50 kilót, és akkor tettünk ki 50 kg hatóanyag karbamid, egyszerű karbamid, nem ilyen mindenféle cizellált extra karbamid, egyszerű hagyományos mezitlábos karbamidból március végén tettünk ilyen 50 pár kilót, amit azonnal gyomfésűvel dolgoztunk be. Azért érdekelt volna ez, mert mi is hasonlóan csináltuk, össze 30 kg-ot tettünk nitrogénből, ez szintén karbamid volt, annyi ez az utekes karbamidot tettük, és tavasszal mi is február elején, amikor ki lehetett menni, kitettünk 135 hatóanyagot egybe. De miből? Karbamidba, utekes karbamidot. És ezután már nem is mentünk műtrágyával rá a buzára, és amúgy jó minőséget tudtunk, szóval malmi minőséget. Jó, de nálatok, azért nálatok jobban, tehát most mondjuk, hogy Lajoskomárom, meg szekálnak fel, hogy Lajoskomáromban milyen jók a földek, nyilván nem is rosszabb. De azért de javaslata volt, hogy február elején tegyünk, a jó minőséget De Dolmontól azért sajnos messze vagyunk. Ja, jó, csak amikor arra vezet, hogy a nitrogén elment, én csak azt tudom megerősíteni, hogy a Misi is, hogy mondja, hogy tényleg szerencsére itt a magyarországi éghajlatnál nincs igazán, vagy nem veszük észre mi ezt. Mi régen 3 adagba tettük ki a nitrogén, és ezt elkezdtük 2-re csökkenteni, 1-re. És hogyha ott van az február elején... Igen, csak azért várni, ez... nem tudom, hogy milyen lett a termés átlagotok? 7,5. 7,5? És milyennek láttátok ősszel és tavasz, kora tavasszal? 10 tonna. De most komolyan? De tényleg. Brutális. Szóba került a buza, akkor na most ez na most, buza, hát ez na most ennyi, és azoknak a gazdáknak, akiknek arattunk, és azoknak a gazdáknak, ahol általában jellemzően, nálunk ez nem is ott annyira jellemző, de itt, ott is azért valamennyire, de sokkal jellemző volt azoknak a gazdáknak, akiknek arattunk, hogy a rosszabb területeken lett kivétel nélkül jobb a termés, kivétel nélkül. Szinte azt lehet mondani, hogy kivétel nélkül, meg voltunk először hűvve. Tehát hogy lehet? Hát már megbolondul a világ. Hát a mély fekvésű marhajó és a gyengébb minőségű meg... De szerintem azért lehet, és te valamennyire magyarázza, mert a gyengébb talajok, hogy nyilván nem olyan volt a bokrosodás, nem kódolott be akkora a termés, nem általában akkora brutális növényállomány, és azt úgy hasonlítottam, akkora volt egy ilyen céges most az anyadisznós példa a másik, az én kolléganőm, az egyik kolléganőm, és a sok közül az, hát 46 kiló. Én vagyok 120 pár. És akkor mondtam neki, hogy gyakorlatilag ugyanazt a növényállomány, utána már csak annyi kajája volt a növénynek, amennyi egy 6 tonnás buzához, annyi csapadék, meg annyi minden által rendelkezésre, amennyi egy 6 tonnás buzához elég, de nekünk ott volt egy 10 tonnás, nyilván az lefogyott. Ha 6 tonnás lett volna, szinte az ugyanúgy kinevelődik, mert az nem tud megszorulni ebbe az időjárásba. Úgy, mintha a kolléganőm egy idő után annyi kaját kapok, mint az én 45 kilós kolléganőm. Hát akkor mi lesz belőlem? 2 hónap múlva elsorvadok, ilyen leszek. Ő meg ugyanolyan lesz, mint amilyen volt, mert ugyannyit kap, amennyi kell neki, de nekem az nem elég. Tehát nyilván valahogyan így lehetett ez is, hogy a rosszabb területeken eleve nem lett olyan habitusú a növény, nem lett olyan brutális zöld tömeg, nem lett olyan brutális az egész. És utána az az időjárás, amiben belekerült, az ahhoz képest, a növényállományhoz képest nem volt annyira rossz. De a 10 tonnás buzák, amik kinéztek, még 10 tonna fölötti oltári buzák, ott belekerültek abba az időjárásba, és ahhoz a nitrogén mennyiséghez, meg stb. Ott igen, régen, meg amit mondtál te is, hogy egy adagba adtuk ki, de sose volt még szinte, lehet, hogy volt, de szinte soha nem volt ilyen állomány télen, meg kora tavasszal, amilyen most volt. Nagyon vissza kéne menni az időben nálunk, még talán azt mondom, hogy talán sose, de legtöbb helyen így van. És nyilván akkor ez emiatt hinnélte meg, amikor kiadtuk egybe, pár éve kiadjuk egybe, akkor egy sokkal kisebb állománynak adjuk ki, utána az a sokkal kisebb állomány nem annyit csökken belőle. Tehát én ezt most itt folytathatnánk, de nem akarom húzni az időt. Nem tudom, mennyire lehetett érteni belőle valamit. Kérdésem lenne az, hogy nem lehet az, hogy amit mondasz, vagy mondanak, hogy a rosszabb területek jobbat adtak, hogy pont az volt a baj, hogy milyen sok eső esett télen és tavasszal, és a rosszabb vízgazdálkodású területek talán azért rosszabb, nem, mert ott rosszabb a vízgazdálkodás. Alapvetően és lehet, hogy gyorsabban átment az a víz rajta, tehát levegősebb talaj volt, nem volt annyira túltelítve vízzel, és a gyökér sokkal jobban érezte magát, így a növény is jobban érezte magát. Nem lehet, hogy éppen azért, mert hogy nem volt telített vízzel,
az a terület, tehát a tápanyagokat is jobban föl tudta venni. Volt egy olyan területünk, ami mélyfekvésű, és pont folyamatosan élettani hiánybetegségeket néztünk, és ilyen furcsa csikozásban voltak a területeink, és az is lehet, hogy az volt, hogy túl sok mélyen volt, túl magasan volt a talajvíz, túl sok víz volt. Ez csak egy feltevés kérdés. Öntözött területünkön most a beüzemelt egyik lineár, vagy center lineár alatt volt ilyen élményünk, vagy tapasztalat, hogy azok a részek, amelyek kifejezetten pluszosai voltak a területnek, feltehetőleg a lokálisan a túlöntözés hatására gyakorlatilag termés depresszióba kerültek, míg mondjuk a partosabb és asszálynak, ha nem is teljesen, de kitettebb részek pedig az idei évben jobb képet mutatnak a drón. Ez ugyanaz, visszatérünk megint a precíziós műtre, vagy a precíziós gazdálkodáshoz, hogy a hozam térképnél pont ez az, amit az embernek hozzá kell tenni, az, hogy az évjárat hatás, hogyha túl sok víz van, akkor az aszályos területekben pozitív területek, azok negatív terméssel vannak. Bocsicsod. Igen. Tehát teljesen igaza lehet a Ferinek, és az idei évben előfordulhattak ilyen dolgok, mert nálatok ugye több eső is volt, mint nálunk, tehát nem kellett ahhoz öntözni, hogy esetleg ilyen szituáció a mélyebb részeken előjön, hogy lehet, hogy nem gyűltek rajta a kacsák és a hattyúk, de ugyanakkor a növény ugye azok a levegőtlenség miatt fuldokolt. Érdekes módon, ahol a gyengébb terület volt, ott mindenhol az árpában például jobb volt a fajsúly. Tehát mondjuk ott az árpánál ott annyira nem vettük észre, mint a buzánál, hogy rosszat, de a fajsúly az mindenképpen jobb volt. Én mindenképpen arra vezettem vissza, hogy amikor ezeket a területeket néztük itt a növényvédősként a kollégáknak, akkor nem tetszettek, a mi árpáink mennyivel jobbak. De valószínűleg azt a kisebb növényállományt totál jól ki tudta nevelni, mert nem volt probléma az utána jövő idővel is. És ott nem azt mondom, hogy csúcsfajsúly, de hát az idejében 62-es, 63-as az majdnem csak csúcs. Hát az már eddig jó. Feri, nálad a no-tillnél, hogy a túl sok csapadékra vezetted vissza, hogy nem sikerültek jól a termések. A növényvédelem az is visszafogott volt, hogy az is negatív befolyásolta a terméseket. Igen, mert a no-till-es területnél én azt gondolnám, hogy az a csapadékot jobban be tudja fogadni így évek után, mint a művelt. Sokkal jobban befogadja, ez bajunk is tavasszal, hogy olyan nedvesek a területeink, hogy hát azért is raktuk föl a, majd kivágja a Dani, de hogyha akarja a precision plantingnek, tudod, a furoforszát, és már olyan nedves volt az, hogy teljesen ragadt. Tehát mi éppen az, hogy az evaporáció, tehát télen a talajból valaki, vagy vízkipárolgás, az minimális, a takarónövény megfogja, meg a páracsapdaként nagyon sokat tudunk ezzel fogni rajta. Hát a növényvédelemben mi tesztelünk, koncentráció, növekedés, növelés a lényege ennek a módszernek, és mindig mondom azt, hogy bármit csinálsz, azt technológiával kell csinálni. Ott a technológia az 2, esetleg 3 gombaölőszeres kezelést ír elő, és én mégis egy gombaölőszeres kezelésnél maradtam, mert olyan szépek voltak az állományaink, hogy május 3-án vagy 4-én, mikor volt a bemutató, még akkor is nem volt rajta semmi. Tehát a technológiát azt nem szabad felrúgni. Ez megint egy drága tanulópénz volt. Misi, amúgy neked gratulálok az 5,5 tonnás no-till-es buzához. És egy kérdés, ez úgy mindenkihez. Ez ugye volt egy 10 hektáron. Mi az, amit jövőre biztos máshogy csinálnátok, mint idén? Hát mi most direkt vetünk a kalászosok egy részét, vagy meglátjuk, milyen részét. Tehát növekedni fog mindenképp a direktvetés. Az egy újdonság lesz. Én nem tudom, mert még nem is gondolkoztam, hogy mit fog csinálni az aratás után. Tehát, hogy vetni is, vagy fogunk-e vetni, vagy mi lesz. És akkor lehet, hogy ezt csinálom másképp, hogy nem csinálok semmit. Tervezünk tavaszra egy ilyen kis helyi konferenciát, ahol tényleg mondjuk a talaj lenne a középpontban, és remélem, hogy módunkban lesz, mit tudom én, február, március. Tájékán a kis
ösztévet, meglátjuk, hogy konferenciának fogják ezt hívni méretében, de remélem, hogy tudunk majd mutatni jó állapotú repce, árpa meg búza direktvetéseket. Tehát ezzel a reménnyel futunk neki a következő szezonnak, vagy az ősznek. Szakmailag talán, most erre nem tudok mit mondani, abban nem is annyira, tehát nyilván nagyon koncentrálunk rá, de ott nem az első körben szemben, hanem inkább itt az egész értékesítési stratégia, az egész, mert ott változott meg nagyon a dolog, a kamatkörnyezet, stb. Inkább azt gondolom, meg hogyan tudjuk azt a fajta kockázatot mérsékelni, hogy együtt dolgozunk egy csomó termelővel. A csomó termelőnek el kell, akármikor, amikor pénz kell neki, mi egy héten kétszer bejön, és akkor megvesszük. De valamikor egy hónap alatt jön össze 100 tonna, én azt nem tudom eladni, mert az semmi. De közben változik az ár. Ennek a kockázatának a mérséklése, hogy hogyan tudunk úgy a termelők együtt dolgozni, hogy ne legyen akkor a kockázat, mert lehet, hogy egyik évben hatalmasat keresünk, lehet. Mind a múlt évben még több száz milliót buktunk. Azért ez az annyira nem jó, és így tervezni, és ez az a baj, hogy persze mondhatjuk azt, hogy 10 évben kiegyenlítődik. Csak így tervezni, így egy cégvezetőnek stratégiát alkotni, úgyhogy a fejlődés megmaradjon, és minden téren a cég menjen előre, az egy tragédia. Tehát én itt első körben ebbe keresem a megoldást, még annyira nem találtam meg. A többi dologba ott finomítunk, és vannak gondolatok, de első körben a kérdésedre ez, ami beugrik, hogy ezzel kell valamit kezdenünk, és ezt kell megoldani. Robi, köszönjük szépen a kérdést, főleg ezt a záró kérdést, mert ez azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jól keretbe foglalta a mai Nagy Ágyúk podcastot. Misi, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, bár te voltál ma a házigazda. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok ti velünk és a klubtagokkal. Köszönöm szépen Csepregi Attilának is. Én is köszönöm, és mindenki olyan türelmes volt, azért ez megint elég rekordhosszúságú volt. Hát több mint 3 órás lett a felvétel, úgyhogy... Atya úr! Repül veletek az idő! Repül veletek az idő! Köszönöm! És Feri, neked is köszönöm, hogy hozzátettél a hangulathoz a mai napon. Helytömető. Köszönöm szépen. Nos, hát ez volt a Hektár Nagy Ágyúk podcast második adása. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Remélem, hogy bár hosszú műsor lett ezúttal is, de sok-sok szakmai információval gazdagodtatok, és megérte hallgatni bennünket. Negyed év múlva remélem, hogy jelentkezünk. Addig kövessetek minket Facebookon, Spotify-on, YouTube-on, Apple és Google Podcaston, Deezeren, mindenhol, ahol fent vagyunk, www.hektarpodcast.hu a honlapunk, ahol természetesen feliratkozhattok a hírlevelünkre is. Úgyhogy osszátok az adásokat, kövessetek minket, és maradjatok velünk. Gribek Danit hallottátok. Sziasztok!